szeretettel, tisztelettel köszöntök minden résztvevőt. Külön szeretném köszönteni polgármester urat, Tamás Barabás urat. Köszönjük. És szeretném köszönteni Pécsi Tibor történész urat, aki majd szintén fog szólni. És hát természetesen mindezeket, akik fontosnak tartottátok, hogy eljöjjenek erre a rendezvényre. És külön szeretném köszönteni azokat a putnoki származású embereket, akik családok, zsidó családoknak a leszármazottai, akik szintén eljöttek erre a mai rendezvényre. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntjük őket is. Engem Ledinszky Zsoltnak hívnak, engem ért az a megtiszteltetés Péter részéről, hogy és nagyon szeretném köszönteni külön Brascsák Pétert és a putnoki hídgyülekezetének a vezetőjét. A Péter részéről megkeresés, hogy meghívott ide erre az előadásra, erre a rendezvényre. Nagy örömmel vállaltam, nagyon érdekel és nagyon foglalkoztat engem is. Én miskolci vagyok, és az egész régióban a zsidóságnak a története, helyzete, mai helyzete is nagyon foglalkoztat, és szerintem nagyon fontos téma. És ezért nagy örömmel vállaltam el azt is, hogy esetleg itt a különböző programok között felkonferáljam a résztvevőket. Nagyon mozgalmas délutánunk lesz, nagyon sok érdekes információval leszünk szerintem gazdagabbak, és nagyon sok tanulságot le tudunk vonni, úgyhogy nem is szeretném húzni az időt, és egyébként elfelejtettem, mert nem csak a polgármester urat köszöntöm, hanem mindazokat az önkormányzati képviselőket is, az önkormányzat részéről, akik megjelentek. Nagyon fontos, és nagyon örülünk, hogy önök is eljöttek, elfogadták a meghívást. És nem is szeretném húzni az időt, hanem hát szeretném adni a szót polgármester úrnak, hogy röviden mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Először is gratulálni szeretnék a szervezőknek, akiknek eszükbe jutott, hogy Putnok történelméből pont a zsidóság szerepét emeljék ki, és ismerjük meg, még többet, még jobbat tudjunk róluk, hiszen tudjuk nagyon jól, akik itt élünk Gömörkapujában, Putnokon, hogy milyen szerepet töltöttek be a zsidóság 1945-ig. Ha végigmentünk a főutcán, szinte csak ők voltak azok, akik a kereskedelemben részt vettek, de nem csak ebben. Ha megnézzük a város történelmét, akkor a város vezetésében is voltak. Én örülök neki, hogy ezt felkarolták. Örülök annak, hogy most ide ennyien eljöttek, és érdeklődnek azután, hogy tényleg mi volt. Hiszen aki a múltjáról semmit nem tud, az nem tud élni a jelenbe, de jövőt meg egyáltalán nem tud építeni. Számomra azért is fontos, hiszen Putnok életében a zsidóság óriási szerepet töltött be, azon kívül, hogy a Serényi család az, akinek köszönheti a városunk azt, hogy valamikor is felemelkedett, emellett a zsidóság volt az, akik ténylegesen még tettek hozzá, és nagyon sokat tettek azért, hogy itt Gömörkapujában, Putnokon ilyen élet lehet a mai nap is. Tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt időszak, tehát az elmúlt 50 év, tehát az a hatalmas nagy szocializmus, az mit tett az mi életünkben, és legyünk őszintén, a mai nap sem könnyebb a helyzetünk, hiszen a nagy liberalizmus becsapódásával itt Európában soha nem gondoltam volna, hogy még egyszer a kereszténység és a zsidóság üldözetté válhat. Én úgy gondolom, hogy ezt mi nem engedhetjük. Éppen azért minden olyan rendezvény, amely annak érdekében történik, hogy a múltunkat ne felejtsük, és hogy építhessük a jövőnket, azon el kell jönni. Szóljon az a kereszténységről, szóljon az a zsidóságról. Hiszen láthatjuk azt, hogy ebben a világban, Európában mi zajlik ma. Nem könnyű. Nem könnyű, hiszen nekünk kell magyarázkodnunk, félnünk attól, hogy talán bármilyen jó gondolatunk is van, azt azonnal lesöprik, azonnal el akarják törölni, és meg akarják a múltunkat hamisítani. Ezt már egyszer megpróbálták. Nem sikerült, hál' Istennek, reméljük, hogy ezentúl sem fog. Éppen ezért öröm számomra, hogy ennyien itt vannak. Még egyszer Isten hozta önöket, és töltsünk együtt egy nagyon kellemes délutánt. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! Nagyon köszönjük polgármesterünknek a gondolatai bátorítását, és át is adnám a szót Pécsi Tibor történész úrnak, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen. Én följönnék, mert jobban el tudom olvasni a saját szövegemet, amit a diákra írtam. Előre is szeretném önöknek mondani, hogy én is nagyon köszönöm a meghívást. Nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm polgármester úrnak, képviselő uraknak, hogy kifejezik azt, amit ön is elmondott, hogy a város számára is fontos az emlékezés, és köszönöm Rastyák lelkész úrnak a megszervezését, a rendezvénynek és a megtisztelő felkérést, és mindazoknak, akik eljöttek és itt vannak, hogy meghallgassák az előadásokat és a visszaemlékezéseket. Én hosszú időt kaptam a szervezőktől, és ezzel fogok élni, ha megengedik. Szeretnék végigmenni tulajdonképpen a holokausznak a történetén, és ezen belül a putnoki zsidóságnak a sorsán is. Emellett pedig arról is szeretnék beszélni, hogy miért fontos az ma 2024. október 5-én, hogy mi itt ülünk szombat délután, miközben ülhetnénk a McDonald's-okban, a vendéglőkben, a tévé előtt, az internet előtt, vagy más ennél kellemesebb és jobb szórakozást nyújtó helyeken. Miért kell nekünk a múltba bájkálnunk? Erről is szeretnék beszélni. És ezért az előadásomnak azt a címet adtam, hogy a soha többé az most van. Ugye én az Életmenete Alapítvány képviseletében is vagyok itt, amely 20 éve létezik Magyarországon azzal a céllal, hogy a holokauszt eseményeit dokumentálja és oktassa és bevigye az oktatásba. Elnézést, elindítom a visszaszámlálást, hogy nehogy túl sokáig beszéljek. És 2024 ugye a magyarországi holokauszt 80. évfordulója, emiatt meg még fontosabb az, hogy itt Putnokon van egy ilyen rendezvény, hiszen egy kerek évforduló rá emlékezünk, és ráadásul, hát mindannyian tudják a híreket, hogy ez ma is aktuális történet, ahogyan polgármester úr szavaiból is kihallhatta, aki akarta, amit gondol, és a soha többé, soha, ez egy állandóan elhangzó mondat a holokauszt megemlékezéseken. Igen, ne engedjük, soha többé, ezt nem szabad, és a legtöbb ember ezzel egyetért, egészen addig, amíg ki nem lép a rendezvényről, és újra szembe nem jönnek a különböző gondjai, és dolgai, és ügyei, de én arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ez a soha többé, ez nem egy szlogán, hanem ez egy nagyon aktuális dolog, és nagyon fontos jelentése van annak, hogy milyen színnel írtam föl. Narancssárga, de nem politikai kötődésből írtam ide föl, bár azért azt ki kell fejeznünk, hogy Magyarország kormánya és Magyarország abszolút mértékben hajlandó szembenézni a múlttal, és zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal és a zsidó ellenességgel kapcsolatban, és igyekszik is ehhez tartani magát, amennyiben ez rajta áll, és ráadásul nemzetközi fórumokon többek között 10 napja az ENSZ-ben is Izrael mellett szavazott egy olyan ügyben, amely tulajdonképpen a zsidó állam nemzeti otthon létjogosultságát kérdőjelezi meg. De nem ezért narancssárga ez a kép, úgyhogy induljunk is el a történetben. Egy fogalmi tisztázással szeretném kezdeni az előadásomat. Ugye rengetegszer használjuk azt a szót, hogy holokauszt, soa, és nagyon sokszor ez csak egy kifejezés számunkra, de szeretném tisztába tenni ezeket a szavakat. A holokauszt kifejezés, amit leggyakrabban a II. Világháború alatt a zsidóság ellen elkövetett atrocitásokra és gyilkosság sorozatra a zsidó nép, európai zsidóság és tágabban a világ zsidóságának kiirtására tett kísérletre használjuk. Ez gyakorlatilag mindenhol megtörtént Európában, vagy kísérlet történt rá, ahol zsidók éltek náci uralom alatt, vagy a nácik szövetségeseinek uralma alatt, így Magyarországon, így Putnokon is megtörtént ez. De ezt a kifejezést nagyon sokan vitatják, hogy jogos-e,
hiszen ez a kifejezés a Bibliából származik, a Biblia görög fordításából, és a mindennapi teljesen elégő áldozatra használja a görög fordítása a Szentírásnak, amikor tudják, a zsidó templomban rendszeresen mutattak be áldozatokat az örökkévalónak, és akkor teljesen elégették az állatokat, és erre a görög fordítás a holokauszt kifejezést használta, és sokan megkérdőjelezik ezt, hogy akkor ez most micsoda, hát van-e olyan Isten, aki elfogadja ezt az áldozatot, és akkor ez miért jó? Hát ugye, ha azt mondjuk, hogy ez a faj, mint istenség, az árjafaj istenség, akkor valóban ez egy áldozat volt, de a szakrális vallási tartalom miatt nagyon sokan nem akarják ezt elfogadni, ezért például Izraelben és máshol is soának, pusztulásnak nevezik, végromlásnak, tragédiának, ez mind helyes fordítása a héber szónak, nevezik ezt a történetet, ezt a történelmi eseményt, és emellett pedig ugye használják rá Magyarországon a vészkorszak kifejezést, vagy legalábbis a rendszerváltásig ezt használták. Ugyanakkor tudjuk, hogy a nácizmusnak voltak más áldozati csoportjai, romák voltak közöttük, politikai ellenfelek, homoszexuálisok, de ezeket a csoportokat nem akarták a nácik teljes egészében elpusztítani. Ezért a holokauszt kifejezést mi az életmeneténél, meg azért a történész szakmában alapvetően csak a zsidóság elpusztítására használjuk. A többi esetben népirtásról vagy tömeggyilkosságról beszélünk, csak ezt azért szeretném elmondani önöknek bevezetésként, mert ha mindenre a holokauszt kifejezést használjuk, akkor tulajdonképpen elkopik ennek a szónak a súlya. Az, hogy itt egy népet, a zsidó népet, ami a keresztények hite szerint, és egyébként a zsidók hite szerint is, Isten választott népe ráadásul, tehát nem csak egy szimpla nép a történelemben, bár minden nép elpusztítására tett kísérlet elítélendő nyilvánvalóan. Tehát ezzel a fogalmi tisztázással szerettem volna kezdeni, és akkor már is nézzük meg nagyjából vázlatosan, hogy milyen volt a zsidó élet Putnokon a holokauszt előtt. Ugye én meghagyom majd a személyes visszaemlékezéseket a második résznek, én egy általános történeti összefoglalót szeretnék adni, és azt köszönöm előre is, hogy a történészek, hozzátartozók, emlékezők ezt felfogják a program második részében tartalommal is tölteni. Tehát Putnokon milyen volt a zsidó élet a holokauszt előtt, tulajdonképpen a lényegét elmondta a polgármester úr, nagyon tetszettek a szavai, mert hasonlított ahhoz, amit például országjáró előadásaim során Orosháza polgármesterétől is hallottam, és a múzeumigazgatótól, hogy a zsidók tették várossá, modern várossá a várost. És ezek tagadhatatlan tények, és erről is kell emlékezni, amikor a holokausztról beszélünk, mert amikor a holokausztról beszélünk, akkor mindig meg kell néznünk, hogy mi volt előtte. Mert ha nem tudnánk, mi volt előtte, akkor nem tudjuk, mit vesztettünk. Konkrétan, ha nem tudnánk, hogy milyen volt Putnoki zsidóság, hogy éltek, mit tettek a városhoz, akkor nem tudja Putnok lakossága soha felfogni, hogy mit veszített el a holokauszttal. Azt hiszem, ezt nem is kell magyaráznom. Ugye nagyon halványok a dolgok, de itt hatalmaznám fel a szervezőket arra, hogy igény szerint ez bárkinek el lehet küldeni ezt az előadást, hogyha gondolják, és érdekli önöket. Tehát az a lényege, hogy a 18. században megjelentek az első zsidók Putnokon, de igazából nem is nagyon költözhettek be ide, mert 1840-ig nem volt szabad zsidóknak városokban lakni Magyarországon. Ekkor engedélyezte nekik a Magyar Országgyűlés, ugyanakkor viszont itt Gömör vármegyében, hiszen Gömör kapuja az azért Gömör kapuja, mert ez Gömör vármegyéhez tartozó település volt egészen 1920-ig, meg aztán a kibővített vármegyét. Most nem akarok ilyen jogi, meg
kormányzati kérdésekbe belemenni, de ez Gömör térsége, és itt 1850-ig nem engedték meg a zsidóknak, hogy betelepedjenek, és akkor is csak kötelezően aláírt fogadalommal költözhettek be a városba, és minimum 1000 koronával kellett rendelkezniük ahhoz, hogy letelepedjenek, és ha lakást béreltek, vagy házat béreltek, akkor a bérleti idő lejárta után el kellett hagyniuk a várost. Tehát Putnok kezdetben nagyon elzárkózó volt a zsidósággal kapcsolatban, de aztán azért csak megkezdődött a beköltözés, és ugye megalakult a hitközség, a Kehila, és ugye először a Braun Salamon, utána a Tanebaum Jakab volt itt a rabbi, és 1860-as évek közepén meg is épült a képen látható zsinagóga, tehát a közösség már intézményesült is, és az egész dualizmus időszakában folyamatosan növekedett a létszám, és a trianoni béke évére egyes visszaemlékezések szerint már az 1000 főt is elérte, ami a város lakosságának egy nagyon jelentős részét adta, és az első világháborúban 89 putnoki zsidó harcolt a magyar hadsereg keretében, és 12-en meg is haltak, ami azt jelenti, hogy a magyarországi zsidóság országos arányánál magasabb arányban, tehát 5-6%-nál magasabb arányban áldozták az életüket a putnoki zsidók a hazáért. Ugye egy következő fázis volt a két háború közötti időszak, amikor ugye gyakorlatilag a vármegye hát megszűnt tulajdonképpen eredeti nagyságában, és Putnokból lett egy határváros tulajdonképpen, és a zsidó közösség viszont továbbra is nagyon erős volt, és 1928-ban 672 zsidót számláltak meg a településen, és annyira jelentős volt, hogy a járásban ide került az izraelita felekezett, ugye a zsidó vallásnak a anyakönyvezési központja, és hát ugye tételesen felsoroltam, látva a főutcát, amiről szintén szó esett polgármester úr bevezetőjében, hogy mennyire kora szerepet játszottak a helyi zsidók a gazdaságban. Volt 8 nagykereskedő, 108 kereskedő, 3 ügyvéd, 2 orvos, 1 köztisztviselő, 2 munkás, 8 magántisztviselő, 16 iparos, 5 magánzó, 10 egyéb foglalkozású zsidó volt a városban. Szerintem nem kell nagyon illusztrálni azt, hogy ez micsoda gazdasági potenciált jelentett a városban, és mekkora szerepet. Ugye 1930-ra tovább növekedett a zsidóság létszáma, majd 1941-ben a holokauszt előtti utolsó népszámláláskor 588 zsidót számláltak meg, az egész putnoki járásban összesen, de a többségük az itt élt a városban. És valóban a főutca meghatározó képe, az egy zsidó főutca volt tulajdonképpen, ahol az üzletek túlnyomó többsége és a műhelyek túlnyomó többsége zsidó embereké volt. Igen. Egy visszaemlékezést választottam a Deutsch családtól, 1934-ben készült róluk a fotó, és az egyiküknek a visszaemlékezését, a Grünwald Zoltánné született Deutsch Jolán visszaemlékezése, ők arról beszélnek, hogy nagyjából 380 zsidó család, tehát nem nincs összeütközés a számok között, mert itt családokról beszél, 380 zsidó család élt itt, beszél egyfajta kasztrendszerről, hogy a szegények zsidók és a gazdag zsidók nem nagyon érintkeztek egymással, például ő nem tudott férjhez menni emiatt, mert ők szegények voltak, beszél arról, hogy volt hitközség, ez ortodox volt, beszél arról, hogy volt jesiva vallási felsőoktatási intézmény itt Putnokon, tehát ahol a
a vallási tudományokat tanulták, és egy nagyon vallásos rabbi volt, ugye a Tannenbaumról emlékszik, és elmondja azt is egyébként, hogy náluk meg az anyuka volt vallásosabb, az apuka meg nem volt annyira vallásos, és ez egyébként pedig jellemezte a korabeli zsidóságot, hogy a vallást sokan tartották valamilyen szinten, de közben már az asszimiláció felé is elmozdultak. Akkor ugye ez után kell beszélnünk arról, hogy akkor ezt az együttélést mi üti szét, és mi veri szét. Ugye három fogalmat szeretnék csak itt megmagyarázni gyorsan. Az antijudaizmus, az a legkorábbi zsidó ellenes irányzat, vallási alapú, nem a keresztények kezdték el, hanem már az ókorban lefektették ennek az alapjait. Ebben benne van az, hogy a zsidók például, hogy a legdurvábbat mondjam, minden Pészak előtt egy szűzlányt vagy egy kisgyereket levágnak, és a vérét belesütik a pászkába, és akkor ettől lesznek kreatívak, és ettől lesznek erősek, ez a vérvád, a klasszikus vérvád, ezt már a Jézus Krisztus előtti évszázadokban kitalálták, tehát nincs ebben új, de azért Magyarországon még a 19. században Tisza Eszlámnál is volt ebből egy óriási per, akkor ugye kitalálták a zsidókról, hogy lusták. Mert hogy szombaton nem dolgoztak. Ugye mindenki mindig dolgozott, ezek meg szombaton nem dolgoztak, tök lusták. Akkor azt is kitalálták róluk, hogy belterjesek, hát mert csak egymás között házasodtak. Ugye, és akkor mindenre rá lehetett húzni valamit, és ez egészen az 1800-as évek elejéig tartott, ez a vallási alapú. Sajnos a keresztények ezt megfejelték azzal, hogy Krisztusgyilkosnak nevezték a zsidóságot, megfejelték azzal, hogy kútmérgezőnek tekintették őket, járványokért felelősnek, egyébként így volt ez a Covid alatt is, ha valaki figyelmesen nézte a híreket, hogy zsidók találták ki a Covidot is, de nem. Tehát, hogy volt egy ilyen dolog, és a 19. században a felvilágosodás meghozta azt, hogy tulajdonképpen minden ember egyenlő. És ha a zsidók egyenlőek, akkor ők is egyenlőek, és ők is, vagy ha emberek, akkor ők is egyenlőek, és tulajdonképpen ebből született meg az, hogy senkit nem érdekel azóta normális esetben a másik vallása. De a zsidó gyűlölet nem tűnt el, csak átalakult, és faji alapúvá vált, és azok, akik korábban a vallási alapon gyűlölték a zsidókat, azok most már elkezdték azért gyűlölni őket, mert zsidók. Azért, mert az a származásuk, ami. És ennek volt a legradikálisabb irányzata a nácizmus, amelyik azt mondta, hogy a zsidókat nem csak gyűlölni kell, hanem ki is kell írtani őket. És ez lett politikai hatalom 1933-ban a náci Németországban. Hát Magyarországon is zajlott a kirekesztés, ugye 1920-ban, ahogy mondtam, volt egy óriási trauma, a trianoni békediktátum, ami egy teljesen igazságtalan és megalázó béke volt, ezt szögezzük le, tehát ezen nincs mit magyarázni, persze voltak okai, de akkor is igazságtalan volt és megalázó, és ugye az ember hajlamos arra, hogyha valami probléma van, akkor kell keresni egy bűnbakot. Nagyon hamar megtalálták a zsidóság képében, ugye látják ezt a fekete árnyékot, ami rávetül, hogy például elkezdték Putnokon is néhányan úgy gondolni, hogy hát azért az a 108 kereskedő, meg 8 nagy kereskedő, azt úgy elfelejtettük, hogy mit tett a városhoz, azért ők azok, mert lenyúlták a magyaroktól ezeket a lehetőségeket. Igaz, hogy addig a magyaroknak eszébe nem jutott, hogy ők azokat az üzletágakat vigyék, de olyan jól hangzott, hogy a zsidók miatt nem vihetjük, hogy hát akkor ez lett egy vád. És ugye például itt van egy tábla, az van ráírva, hogy őskeresztény üzlet,
Ez azt jelentette, hogy ugye néhány zsidó kikeresztelkedett kereszténynek valamelyik felekezetbe, hogy elkerülje ezt a megalázó procedúrát, ami egyébként ment például az iparengedélyek kiadásával, meg a vállalkozási engedélyek kiadásával, de akkor azok az antiszemita kereskedők, akik gyűlölték a zsidókat, kitették ezeket a táblákat, és az őskeresztény az nem azt jelentette, hogy visszatudta a családfáját vezetni Szent Péterig, Szent Pálig, meg a többi apostolig, hanem azt jelentette, hogy nem kikeresztelkedett keresztény, hanem már a ősei is azok voltak, és ez is egy eszköze volt a kirekesztésnek. Akkor ugye utána 1938-tól sorjáznak a zsidó ellenes törvények. Ugye itt éppen a második zsidó ellenes törvényt látjuk, Horthy Miklós Magyarország kormányzója és Teleki Pál miniszterelnök ellenjegyzésével gyakorlatilag ezek a törvények 1938 és 44 között volt 26 ilyen törvény és 116 rendelet, tehát törvényerejű rendelet, ami a zsidóságra vonatkozott, gyakorlatilag a társadalmi élet minden szegmenséből kiszorították, a kultúrából, a sportból, a vállalkozásokból, a mezőgazdaságból a zsidókat, és még azt is megtiltották, hogy zsidók nem zsidók házasodhassanak. Putnokon is megtörtént ez. A 38-as törvény, ami 100 vállalkozóból 20-nak engedélyezte, hogy zsidó legyen például, vagy egy értelmiségi pályán, ez például nem volt akkora nagy hatással Putnokra még. Ugyan megjelentek azok a zsidók újra a városban, akik elköltöztek Miskolcra, vagy más nagyobb városokba, mert ugye ott érvényesítették jobban ezeket a kvótákat. 39 viszont érintette őket, mert nem adtak ki új iparengedélyt zsidóknak, és a régieket elkezdték visszavonni, ott az önkormányzatnak a hatáskörébe volt ez. 41-ben bevezették, hogy a zsidók este 9 után nem járhattak a város utcáin, és ugye 1942-ben munkaszolgálatra hívtak be zsidó férfiakat, mindjárt fogok erről beszélni, hogy ez mit is jelent, és ennek 60 zsidó férfi esett áldozatul. Közben kitört a második világháború, ami ugye nyilvánvalóan egy geopolitikai célokkal bíró háború is volt, de ugyanakkor ez egy ideológiai és faji háború is volt, itt ennek a német katonavonatnak az oldalán az van felírva, hogy megyünk Lengyelországba, hogy üssük a zsidókat. Tehát ez benne volt a háborúban ez a lelkület, és hát ugye azt hiszem, ezt nem is kell mutatnom, hogy milyen jellegzetes tipológia alapján ábrázolták a megverni való zsidókat. És ebben a háborúban Magyarország is részt vállalt, és 1939-es második törvénycikk a honvédelemről szólt, ami tulajdonképpen a Trianon által való korlátozásokat oldotta föl, magyarán lehetett újra sorozni az embereket, lehetett hadsereget szervezni, fegyvernemeket bővíteni, és bevezették a közérdekű munkaszolgálatot. Na most, ha valami közérdekű, ezt halljuk, ki teszik a internetre ma, vagy a városba, akkor mindenki úgy gondolja, hogy közérdek az tök jó dolog. De ez valójában a kirekesztésnek volt az eszköze, mert a munkaszolgálat arról szólt, hogy azokat az embereket, akik nem megbízhatóak, be kell hívni a hadseregbe, de nem kaphatnak fegyvert, hanem kényszermunkát kell végezni, megbízható magyar katonák őrsége felügyelete alatt. És kik tartoztak ide? Politikai ellenfelek, a nemzetiségek ide tartoztak, és a zsidók. És például volt katonakönyvük, de a nagy Z betű rajta volt, hogy ők zsidók, és kényszermunkát kellett végezniük a saját ruháikban, és mindezt a keleti fronton ráadásul, és bizonyos őrség, vagy ahogy nevezték, keret,
keretlegények brutálisan, kegyetlenül bántak velük, és a 60 behívott putnoki zsidó, munkaszolgálatra behívott putnoki zsidó, és valahol a mai Oroszország-Ukrajna határán a háború poklában és az őrök kegyetlensége miatt vesztette életét. Ezután voltak úgynevezett elődeportálások és előatrocitások. Az egyik a Kamenec-Podolszki, ez a kép, ahol magyar katonák és csendőrök összeszedték azokat a zsidókat, akiknek rendezetlen volt az állampolgársága. Elszállították őket a mai Ukrajnába, áttolták a németek területére, és a németek mintegy 22 ezer embert Kamenec-Podolszkinál 1941. augusztusában legéppuskáztak. És ezek között, a kitoloncoltak között voltak néhányan putnokiak is, akiknek nem volt magyar állampolgárságuk. Miért nem volt magyar állampolgárságuk? Mert 1941 előtt senkit nem érdekelt, hogy van-e állampolgárságuk. Ráadásul, amikor azt mondták, hogy szerezzétek be a papírokat, nem tudták beszerezni, mert ugye visszacsatolták ugyan 38-ba Gömör vármegye másik részét is, de az iratok egy része vagy megsemmisült, vagy pedig szlovák területen volt, tehát nem lehetett beszerezni őket. Úgyhogy elvitték ezeket az embereket innen is, és meg ott a említett gyilkosságban megölték őket, illetve 1942. januárjában Délvidéken, Újvidéken és a Sajkás vidéken volt az úgynevezett hideg napok, egy háromnapos partizán razzia közben a magyar csendőrök, rendőrök, katonák 3300 embert mészároltak le, úgyhogy a befagyott Duna jege alá lőtték őket egy léken keresztül, és ennek egy harmada zsidó ember volt. És ez is hozzátartozik mindkét eset a magyar holokauszthoz, mert ezt magyar hatóságok, magyar egyenruhások hajtották végre magyar emberekkel. És ugye ezután következett a német megszállás 1944. március 19-én, amit szeretünk rákenni innentől, ami jön a németekre, de majd látni fogják, hogy nem így történt, sajnos. Bárcsak rá tudnánk kenni a németekre, de nem tudjuk rákenni, mert hogy a német megszállás után a magyar kormányzó Horthy Miklós a helyén maradt, kinevezett egy új kormányt, Sztójai Döme személyében, és ennek a magyar kormánynak, ez egy magyar kormány volt, szabad kezet adott a zsidó ügyekben. És mivel járt ez a szabad kéz? Többek között azzal, hogy elkezdődtek az atrocitások, és igen, ebben tényleg részt vett részben a Gestapo. A képen látható Geske nevű SS-tiszt vezette a magyarországi Gestapónak a központját, és körülbelül 3500 embert tartóztattak le nagyon gyorsan. Volt egy Gestapo alközpont Miskolcon is többek közül, és itt Putnokon is 60 zsidót letartóztattak. Miért? Politikai szerepük miatt, egyszerűen csak azért, mert gazdagok voltak, és el akarták venni tőlük a vagyonukat, és idegen rádiók hallgatása volt az egyik vád, ugye az angol rádiót, BBC-t hallgatták sokan, mert hát ugye a magyar rádió és a német rádiók erősen torzították a valóságot, a propaganda nagyon erős volt, ezeket az embereket ezzel, meg rémhír terjesztéssel. Mi volt a rémhír? Te lehet, hogy a németek el fogják veszíteni a háborút. Te lehet, hogy vereséget szenvedtek itt vagy ott, és ezért letartóztattak embereket, és ezt a 60 embert már május elején, tehát a tömeges deportálások előtt Auschwitzba szállították, és egyikük sem tért vissza. Ez újabb 60 putuki áldozatot jelentett. Na de hogy folytatódott? Április 5-től, 1944. április 5-től minden zsidónak föl kellett venni, ha betöltötte a 6. életévét, a kanári sárga csillagot, amit látnak, és hát így kellett mindenhol nyilvánosság előtt menniük, és ugye mindenki látta már, hogy ki az ellenség. Addig a zsidó egy elvont fogalom lehetett,
de innentől kezdve szembe jött az utcán az ellenség a sárga csillaggal, és ugye a propagandában pedig voltak ilyen szimbólumok, hogy sarló kalapács, erre az olyan öregek, mint én még emlékszünk, hogy ez a kommunizmusnak és a Szovjetuniónak volt a jelképe, egyenlőségjel, hatágú csillag, tehát a zsidóságra tett jel. Mit sugalt ez itt Putnokon is? A zsidók, a kommunisták, a zsidók, a Szovjetunió. És kivel harcolt Magyarország? Ki elleni háborúban haltak meg a putnoki anyáknak a gyermekei a fronton? A Szovjetunióval való harcban, a kommunistákkal való harcban, és amikor ezt látta, bocsánat, a Mari néni, a Jóska bácsi, hogy így jönnek ezek az emberek, könnyen áttévedt abba az agendába, abba a gondolatba, hogy bizony ezek miatt halt meg az én gyermekem, és ezzel a zsidósággal szemben tovább erősítették az előítéleteket. Utána következett, és sikerül, a gettóba zárás, ugye 1944. április 16-tól kezdődött meg Magyarországon a zsidóság gettóba zárása, ez tulajdonképpen egy palánkkal elzárt terület, ahova mindenkinek be kellett költözni, akikre a korábban hozott törvények alapján azt mondták, hogy zsidó, és akinek sárga csillagot kellett viselni. Mi történt az olyan zsidókkal, akik valamelyik keresztény felekezet tagjai voltak, mert voltak több tízezren, ha nem százezren ilyenek? Őket is betették a gettóba, csak még őket külön elzárták, hogy nehogy véletlenül a zsidó zsidókkal érintkezzenek, mert az ugye megfertőzi őket. Tehát még rosszabb lett nekik, és Putnokon is volt gettó. Május 2-ától már létrehozták egy két idéglenes gettót, ugye az egyiket éppen azon a fatelepen, ami egy zsidó embernek volt egyébként a tulajdona, tehát az egyiket ott, a másikat a zsidó elemi iskolában, és hát a helyi lakosok szánalommal tekintettek ekkor a honfitársaikra a visszaemlékezések alapján, ugyanakkor a nyomozó hatóságok, tehát a helyi rendőrség, meg a Miskolcról kiszállt nyomozók már inzultusban részesítették különösen a gazdagabb zsidó családokat, hogy hová rejtették el az értékeket, és kegyetlen kínzásnak vetették alá őket. Majd június elején a miskolci gettóba vitték át a putnokiakat, ugye 588 embert, ahogy látjuk ezen a 10 éve elhelyezett emléktáblán, és onnan három transport ment Auschwitz-Birkenau-ba, ugye a legnagyobb megsemmisítő táborba, és június 14-én, azért emeltem ki a 14-én, akkor vitték el a putnoki zsidókat Auschwitz-Birkenau-ba 564 embert. Miért van ez a 24 fős különbség? Valószínűleg azért, mert ők már meghaltak a gettóban. Tehát valószínűleg meghaltak a gettóban, vagy bekerültek abba a két munkaszolgálatos századba, amit Miskolcon még férfiakat kiemeltek, 18-42 év körüli férfiakat, művészeket, egyetemi tanárokat, jogászokat azért, hogy megpróbálják őket megmenteni a deportálástól. És a deportálás célja, ahova a putnoki zsidóságot is elszállították, ez volt Auschwitz-Birkenau, ahol a nagy többségük a megérkezést követő 3-4 órán belül meg volt gyilkolva a gázkamrákban, és a vagyonuk, amit vittek magukkal, már el volt véve tőlük, és tulajdonképpen ez a legnagyobb magyar temető, hiszen itt 56 nap alatt, maximum 60 nap alatt nagyjából 370 ezer embert öltek meg, magyar embert. És Auschwitzban nagyjából 1.100.000 embert öltek meg. Miért mondom, hogy nagyjából? Mert az azonnal gázkamrába küldötteknek nem írták össze a neveit, tehát nem tudjuk, hogy hányan haltak meg pontosan. Azt tudjuk, hogy nagyjából hány embert vittek el ezekre a helyekre, és hogy milyen arányban gyilkolták meg őket. Tehát tulajdonképpen
ez a legnagyobb magyar temető, és Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata az a honfitársunk, magyar ember. Természetesen voltak embermentők, és erről is fogunk hallani történetet, voltak olyan nem zsidók, akik úgy gondolták, hogy ezzel nem értenek egyet, ami zajlik, és a maguk eszközeivel, elkezdve a diplomatától, Raoul Wallenbergtől, egészen a magánember, Ottlieb Géza íróig, voltak hatósági személyek, voltak egyházi személyek, és ők emberek tudtak maradni ebben az embertelen időszakban, és bizonyítékát adták annak, tanúságát tették annak, hogy nem igaz az, amit a zsidókról állítanak, hanem hogy a zsidók is méltók az életre, és meg kell őket menteni. És én úgy tudom, hogy fogunk ma itt még hallani egy ilyen történetet, ami erről szól, itt helyből. Akkor voltak ellenállók is, ugye voltak cionista fiatalok, beöltöztek még nyilasoknak is, mentették az embereket, próbálták kihozni a gettókból őket, kevés sikerrel. Ugyanakkor voltak olyan emberek, mint Domonkos Miksa, aki egy vezérkari százados volt, de 1942-ben le kellett venni az egyenruhát, mert zsidó származású volt, de itt a budapesti Dohány utcai zsinagógában egy 1943-as zsidó istentiszteleten minden rangjától és egyenruhájától megfosztott zsidó katonatiszt egyenruhában vett részt, és ezt azért mutatom meg önöknek ezt a képet, mert gyakran azt gondoljuk, hogy az ellenállás az, hogy lövöldözünk az ellenségre, de az ellenállás ott kezdődik, hogy nem adjuk meg magunkat az ellenségnek, és nem fogadjuk el azt a szerepet, amit ránk akar hárítani. A felszabadulás megtörténik, mikor ér véget a holokauszt, amikor a második világháború véget ér, 1945. május 9-én, egészen addig tartott a holokauszt, és ezeket a képeket a csont, bőr, kopasz emberekről nagyon sokan ismerik. De azért mondanék egy fontos dolgot, ha megengedik, hogy ezek az emberek nem ilyenek eredetileg. A holokauszt tette őket ilyenné, ezek az emberek pontosan ugyanúgy néztek ki, mintha önök most belenéznek a tükörbe. Normálisan, elegánsan, tisztán, tisztességesen, és ezt tették velük, azért, mert a holokausztnak egy fontos célja volt a zsidók meggyilkolása és kirablása mellett is, az, hogy ember mi voltuktól megfosszák őket, tehát dehumanizálják az áldozatokat. De ebből az állapotból kellett valami újat kezdeni. Ebből az állapotból nem folytatni lehetett az életet, hanem újra kellett kezdeni, és hát sokan újra is kezdték. Ugye sokan elmentek a születőben lévő Izraelbe, és sokan házasságot kötöttek, úgyhogy már megvoltak a számok a kezükön, tehát új családok alakultak, gyermekek születtek, mert a legnagyobb bosszú az a nácikkal szemben az, hogy Izrael népe ma is él, hogy a zsidóság ma is él, hiszen ez mindennél erősebben bizonyítja, hogy nem sikerült a tervük, és például azt a szervezetet, ahol én, mint mondtam, dolgozom, életmenete, ezért hívjuk így, mert minden évben az izraeli holokauszt emléknapon mi elmegyünk, és Auschwitz 1-es táborból 3 kilométert sétálunk kék dzsekikben, fölülről, mint egy folyó, mint egy patak, átmegyünk Birkenauba, ahol az előző képen látták a kapuját a tábornak, és azt fejezzük ki, hogy nem sikerült a náciknak a terve, mert nem győztek ilyen módon. És ugye Putnokon is mi történt, nagyjából 570 áldozat volt, 107-en hazatértek, tehát a deportáltak közül, most gondolnak bele, az 588 embert beteszik itt a vagonokba, és 107 jön vissza, az az én szerény matematikai képességeim szerint is kevesebb, mint 20%. Tehát ha azt mondjuk, hogy minden ötödik deportált hazajött, minden ötből egy,
akkor fejezzük ki tulajdonképpen azt, hogy mi történt itt a putnoki zsidó közösséggel. És a legnevesebb, a legvagyonosabb családok túlélői viszont nem tértek vissza, a Birnbaumok, a Gesejtek, akiknek ugye a fa telepén volt a gettó, a Kótok, a Tanebaumok, a Weissek nem jöttek vissza, ami azt is jelentette, hogy nem is kezdték újra a vállalkozásukat, és nem is folytatták és tettek hozzá a városhoz, és tulajdonképpen 1962-ig még zajlott itt az önálló hitközségi élet, de akkor ez felszámolódott, és ugye hát igazából itt kell elmondanom, hogy nem nekem kéne itt állnom önök előtt, hanem Karsai László történésznek, akinek az édesapja Karsai Elek Klein néven született itt, és élt itt a családjával Putnokon, majd ő Budapestre került, és bujkálva túlélte a holokausztot, de a család többi tagját elpusztították, tehát igazából a Karsai Lászlónak kéne itt állni, de hát ő sajnos most nem tudott eljönni, ugye a ő családjában is történt tragikus esemény a közelmúltban. Tehát csak ezt azt szeretném mondani önöknek, hogy igazából megszűnt ez a dolog, és utoljára itt zsidó temetés 1986-ban volt, amikor a Karsai Eleket temették el itt. Azóta még temetés sem volt, zsidó temetés sem volt. És ugye a háború után történik egy igazságszolgáltatás, a Nürnbergi per az egyik igazságszolgáltatás, és a holokausztot lezáró perek, amiben a bűnösöket, vagy a bűnösnek találtakat elítélik, a másik pedig ugye a világ igazai, azok az embermentő nem zsidók, akiket Izrael állama elismer, mint világ igazát, hogy ők segítettek a zsidókon. Mind a két dolog igazságszolgáltatás, a bűnösök elítélése és az igazaknak a megjutalmazása. Ez mind a kettő része az igazságszolgáltatásnak. És aztán megszületett Izrael állama, ősúlyország 1948, Iárhó 5-én, vagy a mi naptárunk szerint május 5-én. És azt mondhatnánk, minden rendben van. És csodálatos, nem győztek a nácik, ráadásul szegény nácik, a zsidóknak még országa is lett. És innentől kezdve rózsaszín felhők és unikornisok és szivárvány és boldogság van. És soha többé mindenki tanult a holokausztból, mindenki megértette, hogy ez egy borzalmas dolog volt, mindenki rájött, hogy ilyet nem szabad csinálni, se a zsidókkal, se más emberrel, így történt, nem? Lehet, hogy önöknél így történt, de azért én nem így látom. Ez van ma, 2024 vagy 23, 80 év múlva, október 7-e, 2027, október, 23. október 7-e óta tüntetnek világszerte és éltetik azokat az embereket és csoportokat, akik zsidókat öltek meg, erőszakoltak meg, kínoztak meg, raboltak ki és raboltak el csak ezért, mert zsidónak születtek. Tehát nem azért történt a tavalyi október 7-e, mert azok a gonosz Beeri kibucba, meg Nahalóz kibucba, meg Szderódba, meg a többi helyen ilyen gonosz elnyomó palesztin gyerekevő emberek élnek, hanem azért ölték meg őket, mert zsidók. Ezt meg kell érteni, és ez a holokausztnak a lényege is. És nézzük meg, hogy a szándék ugyanaz. 1933 Berlin, 2023 Berlin. Megjelölik ugyanúgy a zsidók házait. Ráírják, hogy itt zsidók laknak. Vagy nézzük meg, hogy az egyetemek 1934 németországi egyetemek, zsidók nem kellenek ide, 2023-24 amerikai és nyugat-európai elit egyetemek, és tisztítsuk meg ettől a szeméttől a világot. Ugyanott tartunk. Vagy nézzék meg a módszert, összegyűjteni, legyilkolni őket, ugyanezt történik október 7-én. Semmi nem változott, ugyanúgy fegyveresek zsidókat ölnek.
vagy nézzük meg a démonizálását Izraelnek, egy náci propaganda dolog a vérváddal kapcsolatban, és nézzük meg szegény Netanyahu-t, amit éppen meg kell ennie a karikatúrista szerint egy palesztin kisgyereket. Ugyanaz a vérvádas történet jön elő, amiről beszéltem. Akkor a vádlás, ha azt mondjuk, hogy Izrael apartheid az rendben van, ha azt mondjuk, hogy a cionizmus azonos a nácikkal rendben van, de ugye azt meg azt mondják, hogy az a semmi probléma nincs, ha azt mondja a nem zsidó világ a zsidókra, hogy gyilkosok és elnyomók és palesztin gyerekeket esznek, ezen nincs probléma, ez egy politikai állásfoglalás. De ha Izrael azt mondja, hogy de nekünk meg jogunk van ehhez a földhöz, mert nekünk volt itt csak államunk, csak mi éltünk itt államként, népként, nemzetként, akkor ez már azt mondják, hogy ez egy elnyomó beszéd. És ráadásul beperelik Izraelt a hágai nemzetközi bíróságon. Miért? Azért, mert megvédi magát. Azért, mert azokra a terroristákkal fegyverrel támad, akik megölték az állampolgárait. Hát én elvárnám a magyar államtól, hogyha magyar embereket ölnének meg itt bárhol, hogy utána indítson egy fegyveres akciót, és kapja el a gyilkosokat, és büntesse meg. Ez a normális, nem? Szerintem. Szerintem ez a normális. Szerintem nem az a normális, hogy kérni, hogy figyelj, még öljél minket. Tehát mi ezt hagyjuk. Egy államnak az a dolga, hogy megvédje az állampolgárait. Ráadásul a zsidó államnak meg különös szempontból ez, hiszen a zsidó államnak, Izraelnek az az alapdoktrinája, hogy még egyszer nem lehet a holokausztot megcsinálni, mert Izrael bárhol megvédi a zsidókat. Bárhol üldözzék, támadják őket. Meg fogja büntetni a gyilkosokat. Ez volt a müncheni olimpia után is, amikor megöltek 11 izraeli sportolót és edzőt. A zsidó állam elfogta, levadászta a terroristákat, persze nem hivatalos bírósági eljárás. Ezt aláírom, nem volt hivatalos bírósági eljárás, de nézzük el ezt a zsidóságnak végül is az Ószövetségben. A Biblia is azt mondja, hogy szemet szemért, fogad fogért, életet életért. Tehát miért várunk el többet tőlük, mint amit Isten kér? És ugye az erőszak. Betörnek 2023. október 7-én és gyilkolnak, ugyanúgy, ahogy a zsidókra rátámadtak a háború alatt, háború a zsidók ellen, emlékeznek még a fotóra, és ez meg három napja, amikor Irán 188 rakétát, ballisztikus rakétát lő ki Izrael államra, ahol ugye mi egy nagy országban lakunk, egy fél Dunántúlt képzeljenek el, ez Izrael nagysága, és ott él 9 millió ember. Hát így gesztenye, ha leesik, akkor is emberre esik, nemhogy egy rakéta. Tehát kész fantasztikum, hogy nem lett több áldozat. De az erőszak ugyanúgy a zsidók ellen irányul, és a túlélők, a holokauszt túlélői, akiket a legjobban meg kellene becsülni, mert egy olyan dolognak a tanúi, amit mi nem tudunk igazából megérteni, amit mi nem láttunk, mi csak tanultuk, olvastuk ezeket a dolgokat, és beszélünk róla, meg hallgatunk, de ők ott voltak, látták, és nézzék meg, hogy október 7-én elrabolják, arra kényszerítik, hogy a győzelmi jelet mutassa egy kalasnyikovval a kezébe, és utána megölik. Hát hogy bánhatunk így egyáltalán idős emberekkel, plusz még holokauszt túlélőkkel? És hát ami a legmegdöbbentőbb számomra, nem is a október, az is megrázó volt az október 7-i támadás, de én, mint tanár, mint történész, aki úgy gondolom, hogy igyekszek tenni, meg a szervezetünk igyekszik tenni a holokauszt megismétlődése után, engem ez döbbent meg a legjobban, hogy ahogy a nácik mellett ott álltak a tömegek, a terroristák mellett is ott állnak a tömegek. Nem csak a muszlim tömegek, nem csak a migránsok, hanem az európaiak, és az amerikaiak, és a butániak, és az indonézek, és az egész világ ott áll a gyilkosok mellett.
És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, amit mi itt hirdetünk ma, a megemlékezéssel is, hogy a soha többé az most van. És a végére tartogattam ezt a diát, hogy megértsék a színt, a narancssárgát. Két kisfiút látnak a képen, Ariel és Kfir Bibas, őket október 7-én tavaly 365 napja rabolta el a családjával együtt a Hamász, és azóta a Hamász fogságában vannak. És csak gondoljanak arra vissza, hogy mit tettek önök az elmúlt 365 napban, és gondoljanak arra, hogy ezek a gyerekek azóta töltötték be az 5. és az 1. születésnapjukat, miben vannak és hol lehetnek. Na ezért kell arról beszélnünk, hogy a soha többé az most van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük a zenei aláfestést, és nagyon köszönjük ezeket a
képeket, és hát az a helyzet, hogy a képek ugye, mint itt diák, itt leperegtek előttünk, de azért ezek mögött emberi sorsok, emberi történetek vannak, és most egy több beszámolót is szeretnénk. Fóti Péter urat szólítanám, aki nem messzebbről, mint Ausztriából jött el erre a rendezvényre. És hát szeretne beszélni a személyes érintettségéről, történetéről. Jó napot kívánok! Itt hozom a családi emlékeket. Ja. Köszönöm. Hú, minden kezembe kell tartani valamit. Először is nagyon örülök, hogy meghívtak, és hogy eljöttem. Hogy eljöhettem, azt sok mindennek köszönhettem. Egyrészt azt, hogy van ez a Facebook csoport, ez a Putnoki Régiség volt. Tulajdonképp rajtuk keresztül alakult ki egy kontaktus. Oda igyekeztem bizonyos dolgokat hozzáférhetővé tenni. Amit kértek, nem is tudom már, ki kérte, hogy olyan képeket hozzak, amik még ott nem fordultak elő. Úgyhogy igyekeztem, és szeretnék erről. Az egyik kép, amit föltennék, az nem Putnoki, hanem az ide vagy 10 kilométerre lévő centerből való. Ha föl tudnám nagyítani, akkor itt lenne egy név, Englender Sándor. Ez egy első világháborús emlékmű, és Englender Sándor az én rokonom, távoli rokonom volt, és itt még lehettünk együtt ezen az emlékművön. Ez szerintem nagyon jó, és egy dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, mielőtt a családomról beszélnék. Salgó főrabbi az 1990-ben összeült Magyarországgyűlésben mesélte, hogy a saját gyereke vagy egy zsidó gyerek hazamegy a szüleihez, és otthon elkezd nagyon sírni, mert kérdezi az apja, hogy miért sírsz, és mondja, azt mondták az iskolában nekem, hogy egy fél zsidó vagyok, vagy fél magyar, fél zsidó vagyok. És akkor az apja a gyereknek mondja, hogy menjél vissza, és mondd meg nekik, hogy te egy magyar vagy, és egy zsidó. Tehát, hogy nem lehet az embert parcellákra osztani. Én ugyanúgy képes vagyok a saját kötődéseimet a zsidósággal kapcsolatban ápolni, mint ahogy érzelmeimben magyar vagyok. Nem mindig. Nem mindig tudtam, hogy ez így van. Miért? Anyukámat, akit 1944-ben az itteni 501 néhány zsidó között 14 évesen Auschwitzba deportáltak, és aki túlélt, mert különben nem lehetnék itt. Úgy döntött, hogy ő nem akar arról tudni, hogy ő zsidó. Joggal döntött így azok után, ami történt. Úgyhogy nekem nem mondta el gyerekként. 17 éves korig tartott, mire rájöttem. Nem mesélem el, hogy miért, de rájöttem erre a tényállásra. Sokáig gondolkoztatott. Egy szerencsém volt. Ez itt egy, hadd ugorjak egy képet, ez a nagyapám, és a felesége, ő származott Ózdról, ő származott Putnokról, Weisz Jakab, ő pedig Grósz Rózsa. A másik velük egy időben házasodó pár gyereke volt Englender Sándor, aki mindjárt majd itt megmutatom, Englender Sándor annak idején, mikor 6 évesen, ő 1922-ben született centerbe, és aztán később lakott Putnokon. Sándor máshogy döntött a háború után, és úgy döntött, hogy ő cionista lesz, és el is ment 1949-ben, ha jól tudom, vagy nem tudom a pontos évszámot, Izraelbe, és ott élte le élete nagy részét.
Élete végén azonban fogta magát és elkezdte leírni azokat a történeteket, amire emlékezett. A családról, a holokausztról. Nem volt könnyű viszonya a magyar társadalommal, ennyit mondhatok. Az a szerencsém volt, hogy mivel a család utolsó sarjai közé tartozom, hogy ezeket a feljegyzéseket elküldte nekem, és én ezeken a feljegyzéseken keresztül kezdtem kialakítani a magam nézeteit erről az egész bonyolult történetről, ami minket összeköt és elválaszt. Sanyi tehát 1900, már 10 évesen, talán 30 és 32 között itt élt Putnokon, amit visszaemlékezett a putnoki éveiről, azt ebben a Facebook csoportban már odaraktam. Ő akkor naponta sokat járt a nagyapám családjához, talán ezt az egy kicsit fölolvasom. A nagyanyám családjához, hozzájuk, kettőjükhöz, nagyapámhoz, aki fakereskedő volt, ott lakott a Bajcsy-Zsilinszky út 1-ben, és ők pedig Sanyival költöztek Putnokra. Ezt írja Rózsi, írja a nagyanyámról. Közvetlen emlékeim jól élnek az emlékezetemben. Anyámmal egyszer esküszik 21-ben, Velsz Jakab, Rózsi 1895-ben született, 26 éves az esküvője éveiben. Már nem fiatal, mögötte áll berlini tartózkodás, ahol németet tanul. Elegáns, független hölgy, a legidősebb és legfejlettebb az Ózdi-Grósz családban. Az esküvőn csak a mama van jelen. Lipót, az ő apja, 1990-ben meghalt. Rózsi a kor gyermeke. A 20. században éli annak a századnak modern életét, annak ellenére, hogy egy vidéki zsidó családból jön. Cigarettázik, lovagol, külföldre jár, független, önálló. Nem szerelem az, ami a vőlegényéhez köti. Valószínűleg a család beszél vele, és maga is látja, hogy az idő szalad, és gondoskodni kell a jövőről. Velsz Jakab nem a férfi szépség, és nem is lovagideál. Igen jó, tisztességes, szorgalmas kereskedő, aki a bátyjával, Arthurral fát termel ki és ad el Putnokon. Ott ütik fel a családi fészküket, mint egymással szemben laknak. Arthur fiatal feleségével jön oda Lilivel, aki majd szüli Katit, de egyelőre ott vagyok Rózsival, amikor férjhez megy és berendezik a családi házat, a lakást, nagy szép ház zárt udvarral az irodával, ahol Szidi bácsi pipázik. A bútorok igen elegánsak, tele van perzsaszőnyegekkel. Na most akkor itt hadd mondjam, hogy amikor anyukám Putnoki éveiről beszélt, keveset, nem mondott sokat, akkor elsősorban Matyi kutyáját emlegette. Hogy Matyi kutya fiatal korában nem bánt jól a csirkékkel. Addig vette őket a szájába, amíg a csirkék ugye elpusztultak, úgyhogy Matyi kutyát ezután rendszabályozni kellett. De talán itt ez a részlet bemutat belülről egy családot. A nagyapám, aki járta az erdőket, kereskedő volt, ez volt a fő foglalkozása. Egy érdekes emlék a kaszinóban, ahol kártyáztak, a nagyapám állítólag soha nem ült le kártyázni, de mindig nézte a játékot. Erre akkor gondoltam, mikor a saját fiam a Monopoly játék mellett mindig csak állt, egy idő után bankos akart lenni, és csak nagyon későn volt hajlandó beszállni a játékba. Most menjünk Sanyiról az anyukámra, és ide hoztam egy képet, amit tegnap ötlött először a szemembe, hogy itt is egy váza is látható. És ezt azért gondoltam elhozni,
mert a következő képen meg az a váza van, ami az én budapesti, még budapesti lakásomban áll. Erről azt sejtem, hogy a Putnoki házból való. Nem sok dolog maradt. Gyerekkoromból emlékszem még egy szőnyegre is, de a szőnyeg már nincs meg. Na, tehát a lényeg az, hogy hát itt éltek, és innen vitték el őket 1944-ben. Az volt a szándékom, hogy nem a holokausztról fogok beszélni, mert ezt előttem megtették. Arról gondoltam beszélni, és nem fog sokat, hogy szívemen viselem, hogy emlékezés legyen. Azért, hogy nem is tudom, hát nyilván ez az időszak lezárult. Putnoknak soha nem lesz jelentős zsidó lakossága, miért térne ide bárki vissza, de fontosak voltak, és különfélék voltak. Az én családom már nem tartotta nagy mértékben a zsidó vallást, a zsidó szokásokat még igen. Nem tudom, és érdekes lenne, hogy mennyire vettek részt az itteni putnoki társadalom életében. Nem tudom, az emlékek erre nem vonatkoznak. Vagy hogy ezeket nem tudom. Azt tudom, hogy a nők a családban tovább ápolták a hagyományokat. Tehát a Ózdi Grósz család néhány tagját, akit ismertem, őnekik még megvoltak az ima szíjak, megvoltak azok a kendők, amiket imádkozáshoz használtak, és ők ezt a dolgot tovább vitték. Az én családom, ma úgy mondanánk, hogy egy neológ család volt, aki már asszimilálódott a magyar társadalomhoz. Egy ideig magyarabbnak akartak lenni a magyarnál, talán ez se volt jó. Úgyhogy valahogy ehhez a kettős kötődéshez vissza lehet térni. Talán utolsó előttiként egy kép, az álló, a családi krónikás Englender Sanyi, aki aztán 30 év Izrael után visszajárt Magyarországra, ismertem, én is jártam nála, nem lettem cionista, bár egy nagyon távoli, az ő lakásától, Hajfától távoli kibucban találkoztam olyan idős emberekkel, akik ismerték anyukámat még Putnokról, és próbáltak győzködni, hogy jöjjek én is Izraelbe, de én maradtam. Hogy azt jól tettem-e vagy nem, ki tudja, az élet sokféle. Ó, ez nem az volt. Mellette anyukám testvére, Juci, aki szintén itt született 27-ben, Editke, és ki a másik, na majd a nevét már megtudom, és itt pedig az anyukám. Ők ketten nem tértek vissza Ózdról, vitték el őket. Így mondtuk ezt, nem tértek vissza. De tulajdonképpen azt kellett volna mondanunk, hogy itt így gyilkolták meg őket. Végezetül, hogy a kör bezáruljon, Weisz Jakab, a nagyapám sírja Budapesten a Kozma utcai temetőben. Véletlenül fedeztük fel, nem biztos, hogy 100%, hogy az ő sírja, de elég valószínű az egyezés. És a Balfon verhették agyon munkaszolgálat folyamán, azon a Balfon, ahol agyon verték Szerb Antalt is. Amit szeretnék csinálni, és amihez itt nem a segítséget, hanem a tudomásul vételt szeretném kérni, szeretnék az elé, a ház elé, ahol a nagyszüleim éltek, a Balcsi-Zsilinszky utca egy elé botlatókövet eltenni. Ez a botlatókő, ez nem más, mint a utca szintjébe elhelyezett részkocka, amit egy német művész talált ki, és ma már Európában egy 100 000 ilyen botlatókő van. Van Egerbe, van Pécsen, van. Már van? Nem zsidó, de van. Oké. Örülök, hogy hallom.
És talán négy, több is lehet, ha sikerül a bürokrácia malmait föltörni. Nagyapámnak, nagyanyámnak, nagynénémnek és az anyámnak szeretnék ezzel emléket állítani, és talán így a fantáziámban az jelenik meg, hogy ezek a botlatókövek lehetnek segítségek akkor, hogyha a város majd úgy emlékezik például erre a periódusra, ami egy prosperáló periódus volt, hogy az iskolai gyerekek megismerkednek ezzel, úgyis elmennek ott minden nap, és akkor megtudhatnak részleteket az ő életükről. Igyekezni fogok azt a kincset, amit végül is a családomból rám hagytak a múzeum számára hozzáférhetővé tenni. Nagyon fogok vacilálni azon, hogy vajon hova is küldjem ezeket az emlékeket. A Hajfai Magyar Zsidóság múzeumába, vagy talán ide Ózdra, vagy talán ide Putnokra, ahol hát remélem emlékezni fognak ezekre az emberekre, a jó példára, és amit megtanulnak ebből, hogy hogyan lehetne úgy együtt élni, hogy ne bántsuk egymást. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük Fóti Péternek ezt a fényképes beszámolót, és hát tényleg valóban megelevednek a történetek, megelevednek a képek alapján a történetek így, és ezt szeretnénk folytatni, és Birbaum Lívia fog egy kép bejelentkezni, vagyis pont nem tudom, fel van ez egy felvett videó, és ő pedig nem közel élőbe, hát ez fantasztikus, vagy meg Amerikából. Hát őt is fogadják. Itt vagyok. Nagyon köszönöm a rendőrségnek, hogy adtak nekem alkalmat beszélni arról, hogy mi történt a családommal a második háború alatt. Nevem Birbaum Lívia, Putnokon Lilikeből. Most New Yorkban lakok, de Putnokon születtem 1948-ban, a háború után, és ott laktam 1956 végéig. Birbaum Lajos volt az édesapám, és Kaufmann Valéria volt az édesanyám. Az édesapám és az ő családja szintén mindannyian Putnokon laktak. A nagyapám Birbaum Hendrik cipőkereskedő volt, és cipőzete volt. Már látták a fényképet, mert megint meg fogom mutatni. Az Birbaum Hendrik cipőüzlete a Tőutcán. Édesapámnak volt 4 fiú testvére és 2 lány testvére. Sajnos a nagymamám és egy lány meghalt a háború előtt. Ők el vannak temetve a Putnoki zsidó temetőben. De 44-ben az én nagyapámat, 2 fiát, egy lányát és a lány gyermekeit deportálták. Elhúzolták őket Auschwitzba, és ott meggyilkolták őket a gázkamrákban. Édesapám és 2 öccse munkaszolgálatosok voltak. Apám fel volt hívva munkaszolgálatba 41-ben, elszökött onnan 44-ben, és bujkált hamis neveken, amíg a szovjet vörös hadsereg felszabadította. A háború után apukám visszament Putnokra, és ott maradt 56 végéig. A 2 öccse Budapestre ment, 47-ben apu megnősült, és én azután születtem. Putnokon az én életem csendes volt a forradalom előtt, de az oroszok és a kommunisták átvettek mindent. Apu dolgozott a nagyapám cipőüzletében, de az állam átvette, és már nem az övé volt. Az én családomon kívül egy pár más zsidó család lakott Putnokon. A szüleim barátai között voltak a Weinberger család, Szamet család, Gutmann család és a Lövi család.
Mindannyian Auschwitzból és munkaszolgálatra jöttek vissza. Mindenki elveszítette a szüleit, és még sok más rokont is. A gyerekek körülbelül olyan idősek voltak, mint én. Senkinek sem voltak nagyszülei. Nem tudtuk, milyen lehetne az élet egy nagymamával, vagy egy nagypapával. Anyukám sokszor nagyon szomorú volt és sírt. Mutatott nekem fényképeket a szüleiről, öcséről és az unokatestvéreimről, akiket meggyilkoltak a háború alatt. Én nagyon fiatal voltam, de hamarosan megértettem, hogy és hol haltak meg. Volt egy szomszéd, akinek kisfia Lapszika, szintén az én játszótársam volt. Azon kívül nagyon sokszor együtt voltunk a zsidó barátokkal, akik visszajöttek Putnokra a háború után. Anyu játszotta a zongorát és a harmonikát. Volt egy nagy zongora a házban, és én is tanultam játszani. Az első darab, amit játszottam, volt Boci Boci Tarka. Évekkel később énekeltem ezt az unokáimnak. Még én és a másik gyerekek héberül is tanultunk a Szamet házban, ahol Szamet bácsi tanított minket. 11 évvel a háború után kitört a forradalom 56-ban. Mi mindannyian tudjuk, hogy miért tört ki a forradalom. Nem akartunk kommunizmust, és nem akartuk, hogy az oroszok maradjanak Magyarországon. De sajnos a forradalom alatt megint sok lett a zsidó gyűlölet, különösen a nyilasok között. Egy nap apukám hazajött egy papírral a kezében, és mutatta, mi volt rá írva. Először elmegyünk a kommunistákért, és azután a zsidókért. Én 8 éves voltam, de láttam a félelmet az arcán. Azt mondta, hogy be kell csomagolni, és elmenni azonnal Putnokról. Mindent otthagytunk, egy pár ruha és fényképen kívül, és elhagytuk Putnokot. Budapestre a nagybácsim lakására mentünk, az ő családja már nem volt ott, elhagyták Magyarországot. Szameték, Lőviék és Gutmanék velünk jöttek Budapestre. Nem tudom, mi történt a többiekkel. Lővi és Gutmann elhagyták az országot azonnal. Szamet és az én családom Budapesten maradtunk körülbelül 7 évig, és azután kimentünk az Egyesült Államokba. Nem voltam Putnokon 56 óta, nincs rokonom sehol Magyarországon, de vannak putnoki birban leszármazottak mindenfelé a világon. Az Egyesült Államokban, Izraelben, Ausztráliában, Kanadában és más országokban. És akarok mutatni egy pár képet. Ezt a képet már látták. Akarok mutatni, hogy hol. Ja, az, oké. Birban Henrik cipő kereskedése. Az volt a nagyapám üzlete. Egy másik kép szintén arról. Birban Henrik cipő üzlete. Valaki átírta. Ez egy kép. Anyu, apa és én Putnokon, természetesen a háború után és a forradalom előtt. Utána. Oké, okay. Ahol látják az X-et, ha lehet látni, az én apukám és én. Itt. És Gutmann Bandika, Gutmann Editke, Lővi Jutka és egy másik kislány, akit nem emlékszem.
ez iskolában volt. És itt vagyok én. Ezt a képet kaptam Tohol Évától. Éva és én együtt mentünk iskolába Putnokon. Ő megtalált engem a Facebookon, és nagyon örülök annak, mert azóta beszélgetünk a Messengeren, és küldött nekem képet. És ő mindig Willikének hív. Az visszahoz emlékeket. Már nem voltam Willike, mióta elhagytam Putnokot. És azt akarom mondani, hogy nekem sok unokatestvérem van az egész világon, és az egyik unokatestvérem itt van, Birnbaum Dürrit, aki Los Angelesben lakik, és én meglátogattam őt és a húgát és az ő szüleit, amikor életben voltak. És nagyon, nagyon meg vagyok lepődve, hogy itt van, és nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm nagyon, hogy meghallgatták az én családi történelmemet. Remélem, hogy a tragédia, ami a szüleimmel történt, soha többé nem fog előfordulni. Soha többé. Köszönöm. Köszönjük szépen, és szeretnénk folytatni ezeket a nagyon érdekes személyes beszámolókat, és most pedig Nagy Péter urat szólítom, aki szintén elmondja az ő történetét, ő egy kicsit más irányból érintett ezekben a dolgokban, őt is hallgassák szeretettel. Tisztelettel üdvözlök én is mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást. Ugyan történész vagyok, és Ósz környékének a zsidóságával is foglalkoztam, ami nem lehet elválasztani Putnok környékének a zsidóságával sem, mivel családi kapcsolatok sora van, és így kerültem kapcsolatba Fóti Péterrel, aki az első megszólaló volt, de Jordán Judittal is, aki üdvözlít a megjelenteket, sajnos nem tudott eljönni. Neki Jordán Tibor volt az édesapja, szintén putnoki származású, és ezek a családi kapcsolatok, ezek nagyon erősek voltak, de most nem ebben a minőségemben szeretnék itt hozzászólni ez a rendezvényhez, hanem arról szeretnék beszélni, hogy amíg ezek a szélsőséges politikai ideológiák nem léteztek, itt nagyon szépen megéltek egymás mellett itt a környékünkön, itt különböző felekezeteknek a tagjai. Tehát a zsidóság tagjai, római katolikusok, reformátusok és sok mindenki más. Más-más társadalmi réteget képviseltek. Ugyanis, ha belegondolunk itt, akik mondjuk római katolikusok, reformátusok voltak és más felekezethez tartozók, keresztény felekezethez tartozók, munkások voltak, bányászok voltak, gyári munkások voltak, földművesek voltak, hát nyilván voltak köztük iparosok és kereskedők, de a kereskedelmi életet, ahogy Ózdon is, itt Putnok is, a zsidóság alkotta nagyon nagy részben. És hát ezek itt az a zsidó üzletekben, amit láthattunk itt korábban is, fakereskedésekben és más üzletekben költötték el a pénzüket. Nyilván az én őseim is, és sok mindenki más is. És hát nagymamám is emlegette, hogy olyan jó szívvel emlékezett vissza, hogy nagyon szegény család volt, nagymamám családja, hogy odaadták azt a kabátot, ami kellett volna, hogy majd a fizetéskor hozzák a pénzt. És hát nagymamámnak az első munkahelye egy zsidó családnak volt 8 évesen, mikor jött a szombat, a szabad, és akkor ott sétáltak, mint kislányok itt az utcán, és akkor megállította előtt egy néni, hogy gyere kislány, rakja tűzre, mert hát nyilván ők nem gyújthattak be, és ezt mindig emlegette. És az a konkrét történet, aminek kapcsán itt vagyok, az, hogy a holokauszt, ami nagyon szörnyű dolog volt, és hát a mai napig hatol is, és találkozom azzal sajnos, hogy én ugyan nem vagyok zsidó származású, és nagyon sokan nem tudják a magukénak érezni azt, hogy miért beszélünk erről a holokausztról, a zsidóságnak a története, és viszont megmutatta azt, hogy milyen embernek lenni,
mert az én dédnagyapám, aki Serényfalvi volt, Nagy Barnabásnak hívták, itt a Putnokon vagyunk, megemlíteném, biztosan többen ismerték Cserhalmi Margitot, Manyi nénit, neki az unokatestvére volt, az én dédnagyapám, úgyhogy mi így rokonságban voltunk. De lényeg az, hogy a én dédnagyapám 1896-ban született, tehát 1944-ben ő már bőven túlkoros, na számított, mint katonak, én 48 éves volt. Már azt hitték, hogy be se hívják katonának, és egyszer csak nagymamám volt otthon, mint kislány, és jött a sasbehívó. Serényfalván kim voltak nyilván akkora még a határban, az őszi mezei munkákat végezték, és nagymamám ment a sasbehívó, itt a sas, be kell vonulni. És hova osztották be dédnagyapámat? Ezt nagymamám elmondás alapján tudom, hogy egy zsidó munkás számol mellé, ő így mondta, hogy Győr felé vonultak, tehát hát keretlegény volt lényegében, mondhatni azt, akiről nagyon sok keretlenségeket hallunk a keretlegényekről, és hát így megy apám, mint túlkoros katonát, mit tehetett, jött a behívó, ment. És én hát nyilván sokat kérdezkedtem, mint akkor is gyerekkorom érdekelt a történelem, hogy mit lehet tudni így a zsidóságról és a környékbeli zsidó családokról, és hát ez nagyon későn merül fel a nagymamámnál is, hogy ezt a történetet elmeséljed, mivel a mi családunkban az nem volt olyan büszkeség, hogy dédnagyapám mit tett, ugyanis ebben a menetben találkozott egy putnoki zsidó ismerősével, aki kereskedő lehetett. Dédnagyapám nyilván Serényfalváról bejárt Putnokra vásárolni, itt találkoztak, és egy látásból így ismerték egymást, nem volt szoros kapcsolat, és azt a fejedagot, amikor dédnagyapám megkapta, és az alkalmas időben, amikor nem vették észre, mások odaadta, megosztotta vele, és egy pillanatban pedig megszöktette ezt az embert. És én itt tenném hozzá, ezt nagyon későn tudtam, mert mielőtt nagymamám meghalt pár évvel korábban, mivel ez a mi családunkban az nem volt olyan dolog, hogy most erre nem is tudom, hogy mondjam, de ez természetesen számít, hogy ember-ember. Nem számított, hogy dédnagyapám, ő római katolikus volt, ez az ember, akit itt látásban ismert zsidó származású volt, és nagymamám se a nevét se tudjuk a mai napig. Úgyhogy, ha valaki tud erről információkat, nagyon szívesen fogadnám, sőt örülnék neki. És mikor véget ért a háború, hazatért a dédnagyapám is szerencsére, és nagymamám emlékezett rám, mint 10 éves kislány, hogy ez az ember elment Serényfalvára, és megköszönte, hogy dédnagyapám mit tett. És hát, hogy milyen a 20. századunk, még azt elmondanám, hogy a Málenki robotról is biztos nagyon sokan tudnak, hogy itt a térségünket is érintette. Hál' Istennek Putnokot nem, de Serényfalvát igen. És ott is volt Serényfalván egy hölgy, aki megmentette egy zsidó lányt. Úgyhogy ez nem egyedi eset volt, akik ilyen bátrak voltak. Péter Alice-nak hívták, és Serényfalván összeterelték az embereket, és ezt az asszonyt, aki megmentette a Péter Alice-t, őt is beírták a listába. És mit ad Isten egy pár hónap múlva, aki megmentette lány, ő mentette meg ezt az asszonyt. Péter Alice megmentette a korábbi megmentőjét. Úgyhogy embernek lenni ilyen volt abban az időszakban, nem volt, hát nagyon nagy veszélyekkel járt, de szerintem ez legyen a mi útravalónk is, hogy itt nem nincs szó fajokról, abszolút nem, hát vallásokról, ki miben hisz, az mindenkinek a magánügye, vagy legszemélyesebb közügye, de ez ne válasszon el minket, hanem inkább azt, hogy kössön össze, hogy tudtak itt békében élni, mint a szélsőséges eszmék el nem terjedtek, és szerintem törekedjünk rá a mai napig is erre, és mutassa ez a példa is ezt, hogy mi legyen az útravalónk ebben a 21. században. És még annyit ehhez egy történet, hogy Serényfalváról is elvitték a Fleischer nevű zsidó családot. Nagymamám is emlékezett rá, hogy integettek neki, fogalmuk nem volt, hogy hova viszik őket. És hát nem tértek vissza. Milyen a 20. századunk? Itt szintén Putnokon sokan tudják, hogy voltak itt a szökések, kitelepítések, a csehszlovák-magyar lakosságcsere, és nagyon sok család így került ide ebbe a térségbe. És a dédnagymamám abafalvi lány volt, 19-ben jött ide férhez, és 20-ban jött Trianon, utána elválasztották nyilván a családjuktól. Ott maradtak a nagyszülők, és az én, ők nagymamám megélte még a
második világháborút, és 1947-ben őt elindították 80 évesen, hogy menjen a lányához Abbafalvára gyalog. Vagy Abbafalváról Serényfalvára gyalog. És utána a dédmamám testvéreit is kirakták a lakásából, és kinek a házát adták ki nekik, Fleischer családét. Úgyhogy így összekapcsolódik a sorsunk, és hát nekem az a gondolatom ebből, ha maradjunk emberek, segítsük egymást, ahogy tudjuk, és éljünk békén egymás mellett, hogy ez tényleg soha-soha ne ismétlődhessenek meg. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük ezeket a beszámolókat is, ezeket a gondolatokat is, és szeretném továbbadni a szót. Angyalné Május Katalint szólítom, aki hát egyébként már az ideérkezése is nagyon kalandos volt, de majd esetleg ő is említ erről egy pár szót. Köszönöm szépen. Nem vagyok egy nagy előadó, elnézést kérek, hogyha egy kicsit remeg a hangom, mert azért nem szoktam én ehhez a közönséghez. És hát nagyon szeretném, hogyha a kivetítőn megjelenne a Putnoki Berger Klein család. A Berger a nagyapám, a Klein a nagyanyámnak a neve. És akkor itt van egy család, nagyon reméltem, hogy egy kicsit jobban látszik majd, de azért abban is biztos voltam, hogy azért nem lesz ez tökéletes, ezért pirossal megjelöltem azokat a vonalakat, ami erre a Berger Klein családra vonatkozik, és hogyha nem tudom, mennyire ismerik általában a családfákat, a szögletes jelben vannak a férfiak, ebben a kerek jelben pedig a nők. Tehát az én édesanyám anyukája Klein Pepi, tehát itt a baloldali részben van a Klein család, ő egy falusi tanítónak a lánya, néptanítónak a lánya, 1880-ban született itt Putnokon. Voltak testvérei, három lány testvére és egy fiú testvér. Ezt érdekes megjegyezni, hogy a fiú testvérük, ő is néptanító lett, vagy népiskolai tanító lett Beszterczebányán, és az első világháborúban hősi halált halt, úgyhogy az ő neve szerepel a Zsidó katonák aranykönyvében. Ez egy nagyon fontos kiadvány volt a 20-as évek, 20-21, többször is kiadták ezt a könyvet. Tehát a Klein Pepi, aki 1880-ban született, 26 éves korában férjhez ment Berger Sámuelhez, a nagyapámhoz, itt a családfán ez a jobboldali, itt hiába mutatom, tehát a jobboldali rész. Berger Sámuel egy cukrász családból származott, de ő saját maga szabónak tanult, férfi szabó mestersége volt. Az ő családjában csak a testvérét, Berger Máriát ismerjük, mert a Berger Máriának az egyik fia feleségül vette az én anyukám egyik testvérét, erről majd egy picit később beszélek. Tehát a Berger Sámuel és Klein Pepi összeházasodtak 1906-ban, és hát elég nagy szegénységben kezdték. Itt Putnokon először a Kossuth Lajos utcában laktak, aztán pedig a szörnyű völgyi patak mellett az Andrássy Dénes utcában. Rögtön születtek a gyerekeik. Az első gyerekük Janka 1907-ben született, ő meg is halt nagyon korán. A következő gyerek Irén volt. Irén, aki férjhez ment, ehhez a bizonyos unokatestvérhez. Nem végzett el sok iskolát, az elemi iskolán kívül talán egy-két polgári osztályt, és valahogy elég gyorsan Budapestre került. Ez az unokatestvére elég jó helyzetben volt itt Budapesten, mert ő egy tanult ember volt, és elég magas pozíciót töltött be, műszaki ember volt. Tehát ők elég jól éltek, ennek azért van jelentősége, mert később ők befogadták az anyukámat, aki Budapesten tanult középiskolában. A következő gyerek Ödön, ez a férfi vagy fiú, fiúnak az volt a szerepe, hogy megpróbálták őt a jesibába járatni, 15 éves korában oda került,
elég fontos pozíciót töltött be, mert összette be az adót, de nagyon utálta az egészet, unta, azt mondták róla, hogy nem lesz belőle jó zsidó, úgyhogy aztán felkerült ő is Budapestre, és a textiles szakmában dolgozott, ott, vagyis hogy azt tanulta ki, valószínűleg textilkereskedő volt, de nem ebben a szakmában dolgozott. Róla azt érdemes tudni, hogy a 40-es években munkaszolgálatba került, munkaszolgálatra vitték, onnan megszökött, átszökött az oroszokhoz, akik persze hadifogolyként bántak vele, de nem tartották túl sokáig fogságban, mert olyan háborús sérülései voltak, hogy nem tudták őt semmire se használni. Igaz, hogy ő ott jelentkezett a valamiféle vörös hadseregbe katonának, de nem vették fel. Na most ez az ödön, a fiúk közül az egyetlen, aki életben maradt, aki túlélte a háborút. A következő gyerek Rózsi, aki 1913-ban született, ő az egyetlen, aki Putnokon maradt, nem sok iskolát végzett, talán az elemi iskolát mind elvégezte, de nem valószínű, hogy a polgári iskolában egy-két osztálynál többet elvégeztetett. Ő itt maradt Putnokon, itt ment férjhez, egy bizonyos Bauer Ernőhöz, aki Sajó Kazinczon élt akkor, és péksegéd volt. Nekik született 1936-ban egy kislányuk, és 1944-ben egy kisfiúk. Az ő életük tragikusra fordult, mert mindannyian Auschwitzban fejezték be az életet. Erről majd egy picit még más vonatkozásban is akarok mesélni. A következő gyerek Lívia, az anyukám, akit mindenki Lilinek szólított, ő így szerepel mindenhol, hogy Lili. Ő volt az egyetlen a családban, aki tovább tanult, és mégpedig azért engedték őt tanulni, mert egészen kicsi korában, tehát 9-10 éves korában már gyerekeket tanított, gyakorlatilag korepetált, és ezért filléreket kapott. Na most ezek a fillérek olyan sokat számítottak ebben a nagyon szegény családban, hogy megengedték neki, hogy tovább tanuljon, tehát ne az elemi iskola után hagyták, hogy a polgáriba járjon, mert ott is tanított. És hogy érzékeltessem, hogy mennyire szegények voltak, azt mesélte nekem anyukám, hogy ha az édesapja kapott egy ruhára megrendelést, akkor abból egy egész hónapig éltek. Tehát ez nagyon-nagyon nagy szegénységben voltak. Az édesanyám, tehát ez a Lili felkerült Budapestre 15 éves korában, mert nem vették fel őt a miskolci tanítóképzőbe. Ez egy vicces történet, nagy valószínűsége, legalábbis az én kutatásaim szerint az történt, hogy nagyon borzasztó zenei hallása volt, nem? És ott ebből vizsgázni kellett, hogy valaki tud-e énekelni. És ezen ő elbukott. Úgyhogy felkerült Budapestre, ebben a középiskolában egy felsőkereskedelmi leányiskolának hívták, ebben tanult, és akkor az Irén nevű nővérénél és a közös unokatestvérüknél, tehát annak a férjénél lakott itt Budapesten. Persze a szegénység az Lilit legalábbis nagyon követte, mert például érettségire nem volt pénze, az érettségi vizsgára úgy ment el, hogy nem volt kifizetve az érettségi díja, és ott zokogott és reszketett, hogy most mi lesz. És akkor az egyik tisztviselő, aki az érettségi bizottságnak tagja volt, oda ment hozzá, megsimogatta a fejét, és azt mondta, hogy ne izgulj, ne reszkess, majd én kifizetem. És ezt a 10 pengőt kifizette helyette, úgyhogy így érettségizett az anyukám. Azt tudni kell, hogy a másod-harmad évben ő már rájött arra, hogy ebben az iskolában ő nem lesz tanár, mert ez nem egy tanárképző intézet, hanem a tanárképző intézetnek a gyakorló iskolája, ami ugye egész mást jelent, tehát itt gyakoroltak a tanárok. És emiatt ő már tehát a középiskolás korában is vállalt gyerekeket, korepetált, elkerült egy nevelési tanácsadóba, ahol itt az Akácfa utcában, tehát Budapesten, ahol megismerkedett az individuálpszichológiával, egy bizonyos Mádai professzornál tanult gyermeklélektant, gyermeknevelést, és ez őrületesen nagy dolog volt az ő életében, mert olyan tehetséges volt ebben az individuálpszichológiában, hogy egyre másra kapta azokat a gyerekeket, azokat a nehezen nevelhető gyerekeket, akiket a professzor neki ajánlott. Így aztán ő Budapesten elég gazdag családoknál nevelőnősködött,
és később egy óvodát is nyitott. Na most ennek a Mázai professzornak azért van nagy jelentősége, és most egy kicsit ugrok a történetben, mert ő volt az, aki nemes egyszerűséggel az anyukámnak adta az saját lányának a keresztlevelét 1944. októberében, amikor anyukám velem, aki pár hónapos csecsemő volt, már bujkálni készült. Tehát ez a Mádai professzor a mi életünkben ilyen szerepet is játszott. Az ötödik gyerek, vagy a hatodikot nem tudom, Erzsike, aki 2 éves korában meghalt, róla nincs túl sok tudnivalónk. A hatodik, vagy a hetedik, egy Andor Bandi nevű, tehát Bandi and Andor, vagy Berger Andor nevű kisfiú, aki 18 éves korában, aki cipésznek tanult, és 18 éves korában, 44. április 30-án behívták munkaszolgálatra, és egy pár hónap alatt eltűnt, tehát szeptemberre neki nyoma veszett. Na most, amit szerettem volna még mondani, és mondom is, az az, hogy az édesanyám miközben bujkált velünk, az összes levelet, dokumentumot, fotót, ennek a helynek, ez egy csecsemő otthon volt, ahol ő bujkált, elásta egy szemétdombra. Így megmaradt minden olyan levél, amit ezzel az öccsével, az édesapámmal és ezzel a bizonyos Rózsival Putnokról levelezett. És hogyha van türelmük, nem tudom mennyire futottak ki az időből, de szeretnék egy pár levelet elolvasni önöknél, mert ennél érzékletesebben nem tudom elmondani, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik itt ezekben a hónapokban szenvedtek. Annyit még hadd mondjak el a saját anyukám történetéből, hogy ugye azt tudni kell, hogy ő Budapesten lakott, de márciusban volt a német megszállás, és attól kezdve egyre másra hozták, de gondolom ez elhangzott az előadáson, vagy mindenki tudja, azokat a rendeleteket, amivel ellehetetlenítették a zsidóknak az életét. Ennek ellenére anyám volt az egyetlen, akire mindenki számíthatott. Az édesapám, aki munkaszolgálatban volt, az öccse, aki munkaszolgálatban volt, Rózsi, aki munkaszolgálatban volt, és azt még nem mondtam, vagy bocsánat, Rózsi, aki Putnokon lakott a családjával, és azt még nem mondtam, hogy Irén, aki Budapestre került, de nem Budapesten laktak, hanem Újpesten, ami vidéknek számított. Irént és a 14 éves kislányát ugyanúgy elvitték Auschwitzba, ez 44 júliusában. Erről van egy nagyon érdekes levél, én június 24-én születtem, anyukám pedig írt egy levelet a nővérének, Irénnek, Újpestre, amiben megírta neki, hogy én megszülettem. De ez a levél visszament. És ő innen sejthette, hogy valami nem stimmel, amúgy semmit nem tudott arról, hogy mi van a testvéreivel. Semmit. Tehát sem a putnoki, sem az újpesti testvérevel. Akkor itt van egy-két levél, amit, bocsánat, egy kicsit kézbe kell, közelebb kell vennem. És akkor talán közben lehetne megnézni azokat a fotókat, pár fotó van a családtagokról feliratozva, nem tudom, hogy nagyon nincs sok információ hozzá, úgyhogy nem fog zavarni. Hát teszem a másik kezembe, mert így jobban látok. Tehát ezt a Rózsi írja anyukámnak Budapestre. Drága Lilikém, ne haragudj, hogy ismét írok neked, meg se várom, míg a másik levelemre megjön a válasz. Drága Lilikém, azért írok, hogyha lehet úgy intézd, hogy április utolján eljöjjél arra 8 napra, amíg fekszem. Mert a legnagyobb gondok között küzdök ezzel, hogy ki lesz velem. Ez a 8. hónap, de nagyon keserves. Éva akkor 7 éves volt. Az utolsó napig tudtam dolgozni, most pedig erőm az semmi. Drága Lilikém, abban a reményben várom a levelemre a választ, hogy akármilyen nehezedre fog esni, kérésemet teljesíteni fogod, és legyőzz hozzám. Szóval minden körülmények között. Valahogy intézd el, Éva állandóan beteg, most kelt fel az ágyból. A torkával van baj. Nem vagyok ki a bajból. Én ám sokszor olyan ájulások jönnek, hogy azt hiszem végem van. Látod, nem sok jót írhatok. Te hogy vagy? János hogy van? János az apukám. Hol van? Ugye János apukám munkaszolgálatos. Bandika hol van? Hogy van? Úgy szeretnélek már látni benneteket. Nagyon kérlek, tedd meg a kérésemet, mert senkim sincs. Sokszor csókol Rózsi Évike. Március 18 péntek. Amikor ezeket a leveleket írja, ugye akkor még, ugye március 19-én van a német megszállás, tehát ezek még, akkor ő még nem is sejti, hogy mi történik.
Drága Lilikém, nem is tudom, hogy kezem levelem. Nagy kéréssel fordulok hozzád. Ha csak egy mód van, tedd meg nekem. Lilikém, úgy szeretném, ha eljönnél hozzánk, és itt lennél, amíg túl lennék a szülésen. Nincs senkim se, itt vagyok magamban, de nem lehetek egyedül. Meg itt van Éva is, olyan gyönge a kislány. De csak akkor jó nekem, ha őt van. Drága Lilikém, te hogy vagy? Tudta, hogy anyukám is gyereket vár. Lilikém, arra kérlek, olvastam a múlt héten a lapban, hogy gyerekcipők kerültek eladásra jegy nélkül. Azt hiszem a Váci út üzletben. Légy szíves, nézz szét, kellene Évikének egy cipő, 29-es vagy 30-as, ha nem lehetetlenül magas az ára. Én a segélyemből majd kifizettem, az egész biztos, szóval nem kívánom tőled ingyen. Levelemre mielőbb válaszolj, így rögtön csókol számtalan szó Rózsi. Március 31 péntek. Kedves Lilikém, ismét írok neked. Mit írjak? Nagyon gyönge vagyok, alig bírok járni. Nagyon el vagyok keseredve, hogy mi lesz velem. Nincs itt senkim. Mindenkinek megvan a maga baja, de az enyém borzasztó. Napokon keresztül sírok tehetetlenül. Nincs velem senki. De hiszen nem is bánnám, akármi is történne velem. Ha Évike meg ez a gyerek nem lenne, elintézném sorsomat. Nem bírnak az én idegeim semmit se. Nem tudnád valahogy elintézni, hogy haza tudnál jönni? Csókol Rózsi. Április 5. szerda. Nincs sok, május 12-én szült. De nem olvasom el mindent. Drága Lilikém, most kellene mellettem lennie valakinek, aki engem bíztat, mert az idegeim felmondják a szolgálatot. Kedden le sem vetköztem, hogy miért majd egyszer megírom neked. Egész éjjel sírtam. Úgy látszik, a Jóisten nem ad erőt ennek a soha megszokhatatlannak. Lilikém, én már nem tudok hinni semmiben, csak állok itt tehetetlenül, mert senkim sincs, aki eljönne hozzám. Különben nagyon sokan már nincsenek itthon. Nincs egy olyan egyén, akivel elintézhetném, hogy ki lesz velem, amikor szülök. Sokszor csókol Rózsi, íjjál, Lilikém, próbálj meg valamit, ha lehetne elintézni, hogy legyél itt a szüléskor. Április 6. csütörtök. Drága Lilikém, lapot, amit nagyon vártam tőled, megkaptam. Nagyon kérlek, írj gyakrabban. Nagyon sokat izgulok. Nagyon szeretném, ha itt lennél. De még ha engedélyt kapnál ott, itt akkor sem engednék, hogy egy idegen csillagos ide jöjjön. Így az egész dolog teljesen reménytelen. Mi is izgulunk és szaladunk az óvóhelyre. Mit írjak? Nagy fájásaim vannak, tűrhetetlen. Nem tudom mi ez, alig bírok járni. Május 10. szerda. Drága Lilikém, még mindig nincs semmi, már nincsen szülési fájásom sem. A körorvos nem jön, a másik nem akar adni injekciót, ami megindítaná a szülést. Olyan ideges vagyok, hogy mikor jönnek értem, vagyis mikor kell kimenni a lakásból, a gettóból. Már a többiek mind ott vannak. Orvosi bizonyítványom van, azzal még maradhattam, de minden percben drukkolok, hogy el kell mennem. Nem is tudom leírni, hogy mit érzek. Nem bír a Jóisten megkönyörülni rajtam. Engem a múlt héten szerdán a körorvos kórházba utalt volna, de nem mehettem Éva miatt. Azt mondja, ő nem szakorvos, és nem fog többet kijönni. Nagyon el vagyok keseredve. Május 17. szerda. Ezt a levelet egy Klári nevű nő írja. Kedves Lilike, megkaptuk a levelet, a lapot és a pénzt. Rózsika sajnos még nagyon gyenge. Teljesen le van romolva. A gyermekágy mellé kapott egy hörkurútot, ami még jobban leverte. De már talán ezzel megbirkózik, valamivel könnyebben van, láza már nincs. Borzasztó nehéz szülése volt, Elek néni volt a szülésznő. Orvost nem kaptunk, és ezt az asszonyt talán a Jóisten rendelte mellé, mármint Elek nénit. Még az orvos helyett is, mert azt le sem lehet írni, mit segített Rózsikán. De hál' Istennek túl vagyunk rajta, mert azt a bizonytalanságot, amíg a gyerek meg nem lett, hogy ki lesz vele, az borzasztó volt átélni szegény Rózsikának. A kisfiú péntek reggel 5:30-kor született, hossza 52 cm, a súlyát nem mértük, de számításaink szerint 3-3,5 kg lehet. Nagyon szép, erős gyerek, a szeme kék, a haja fekete, gyönyörű, tiszta arcú, igazán ritkaság az ilyen. A szülés után kaptunk a gettóból egy orvost, aki 3 injekcióval valahogy visszahozta nekünk Rózsikát. A szíve nem bírta, és nem volt egy csöpp ereje sem. Ernő még eltávozása sem kapott lehetőséget, ami Rózsikát még súlyosabb fájdalomba merítette. Itt szóba kerül az, hogy esetleg Évikét felküldik Budapestre, de hát ez szóba se jöhet. Egyrészt
Ugye nem tudhatták, illetve mi tudjuk, hogy nem is utazhatott senki se Budapestről Putnokra, se Putnokról Budapestre, ez egy teljesen képtelenség volt. A lényeg az, hogy az anyukám megpróbált valamiféle engedélyt szerezni nekik, hogy feljöjjenek Budapestre, de ezt az engedélyt nem sikerült nekik sem időben beadni, sem valójában megkapni, úgyhogy most elolvasom az utolsó levelet. Drága Lilikém, az engedélyt az alispáni hivatalba kell küldeni, még ma szombaton fogja a négyes tanács elküldeni. Talán még 2 napot maradhatok itt a lakásunkban az orvosi bizonyítvánnyal, hétfőig, de bizony ez nem fog olyan hamar elintéződni már, mint az engedély. Nagyon el vagyok keseredve, ja, és akkor bekerülünk a gettóba, pedig nagyon gyenge vagyok, éjjelről éjjelre nem alszom. Nagyon szeretnék elmenni hozzád, de nem tudok. Pedig tudom, hogy csak nálad tudnék megerősödni, de ha bekerülök a gettóba, nem fogok. A gyomrom alig veszi be azt a kevés ételt, amit erővel megeszek, hogy a gyereknek tej legyen. És Évának megint fáj a torka. Hidd el, nem vagyok kinn a bajból. Az utolsó levél abból az nem maradt meg, abból csak egy rajz maradt meg. Évike rajzol egy vagont, egy tehervagont, egy vonatsort. Évike, aki 7 éves volt, és akinek fogalma nem volt, hogy mi vár rájuk. Tehát ez volt az utolsó levél, ami tulajdonképpen egy rajz, amire az én anyukám ráírta ceruzával, hogy Rózsi utolsó levele és a kislány Évike rajza, és a lap alján, hogy Rózsi kérelmét elutasították. Így tehát ők júniusban bekerültek a gettóba, június első napjaiban, és őt is, és a 2 gyereket a férjével együtt elvitték, és Auschwitzban elpusztultak. Az utolsó kép megint egy családfarajz, amit szeretném, hogyha itt csak azt mutatom be, hogy hányan pusztultak el, akik át vannak húzva X-el, ezek a családban elpusztultak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon köszönjük Katalinnak a személyes beszámolóját, és hát azért hozzátartozik, említettem, hogy az ideutazás se volt olyan gördülékeny, mert Miskolcról lerobbant a vonat Putnok felé, úgyhogy vissza kellett, ha jól tudom, menni valahogy Miskolcra, és utána pedig busszal tudtak idejönni, de azt hiszem, hogy megérte, és nagyon köszönjük ezeket a személyes beszámolókat, személyes történeteket, cseppet sem volt unalmas, hanem tényleg nagyon jól ábrezálta azt a kort, hogy ott is az emberek hogy élték a mindennapi életüket, mindezek mellett, a tragédiák mellett is. Zárásképpen még szeretnénk szintén egy ilyen személyes beszámolót, Bence Mariant hívom, hogy ő is mondja el a történetét. Hát én csak véletlenül csöppentem most ebbe a műsorba bele, de nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést. Nekem nincsenek putnoki rokonságom és vonatkozásom. A Észak-Magyarországhoz kapcsolódik egy kicsit az én édesapámnak az élete. Az én édesapám 1898-ban született, és az első világháborút is végigharcolta, amikor is ő egy jesiva növendék volt. Majd megnősült, és ide költözött Észak-Magyarországra, Rakacára. Itt vette feleségül Grossman Ellát, akitől 3 szép gyereke született, egy fiú és 2 kislány. Sajnos a felesége egy súlyos betegségben elhunyt, és a 30-as évek végén az édesanyám családjába talált magának egy második feleséget Debrecen mellett, Vámospércsen. Megnősült, elvette a nagymamámnak a legfiatalabb húgát, és született még egy kisfiúk, aki nagyon rövid ideig élt, majd édesapámat 1942-ben behívták katonának, és átminősítették munkaszolgálatosnak. Ott kellett hagynia a családját, a gyerekeit, a feleségét egy újabb kisbabával, és innen deportálták a családot, mindenkit. Elvitték
édesapámnak az édesanyját, a húgát, három nővére már azt megelőzően a 30-as évek elején ki tudott menni Amerikába, az itt maradottakat elvitték, Vámospércsről is deportálták a zsidó családokat, először gyalog kellett menniük Debrecenig, Debrecenben pedig a téglagyárba zárták őket, és Debrecenben június 4-től több hullámban deportálták őket Auschwitzba. Senki nem tért vissza. 1944. novemberében Debrecen felszabadult, mert a front sokkal hamarabb elérte a keleti országrészt, és akkor édesapám, aki a munkaszolgálatból rendkívül kalandos úton szabadult, ő felállított egy népkonyhát az országba éppen beköltöző Join segítségével, és megpróbálta a miskolci karanténból a beteg katonatársak közül kiszabadítani édesanyámnak az öccsét. Ez sikerült is. Hazavitte őt Debrecenbe, és tulajdonképpen ennyi volt a család, aki megmaradt. Édesanyám, ők öten voltak testvérek, három lány és két fiú. Az egyik fiú az orosz fronton rendes katonai szolgálatot teljesített, de ő életét vesztette a harcok során. A másik öccse az szerencsésen hazaérkezett édesapámnak a segítségével a háború után, és a három lánytestvér, akik Auschwitzban is együtt tudták átvészelni a szörnyű napokat, ők dolgoztak, mert őket, mivel fiatalok és életerősek voltak a megérkezéskor, ezért őket több gyárban dolgoztatták, mindig vitték őket Németországon belül, nagyon sok helyen dolgoztak, utaztak, és szörnyű körülmények között dolgoztak. Majd végül ők is Auschwitzba kerültek, mikor legyengültek, és Auschwitzban szabadultak fel 1945-ben. Nagyon hosszú utat tettek meg, míg hazaérkeztek Vámospércre, és tulajdonképpen a Katz család volt az, édesanyámat Katz néven a három lány, három kaclány sikerült nekik hazajutni. Összeszaladt az egész falu, hogy a kaclányok hazajöttek, és még egy Rosenbaum család menekült meg ebből a szörnyű pusztulásból. És ez a két család is néhány nap múlva kénytelen volt beköltözni Debrecenbe, mert semmiük nem maradt. Semmiük a világon. Egyetlen egy barátjuk volt Vámospércsen. Az én nagymamám Női Szabó volt, és fehérnemű Varró Szabó volt az anyai nagymama, akit Reichmann Bertának hívtak, és ő a faluban nagyon sok fiatal falusi lány tanított varni. És az egyik ilyen falusi lány, amikor a zsidó családokat elvitték, az én édesanyámék varrógépeit elrejtette saját maguknál a szalmakazalban. És amikor meghallotta, hogy a kaclányok hazajöttek a deportálásból és élnek, akkor ez az Ilona nevű lány odarohant hozzájuk és sírva ölelte meg őket, hogy nem fogtok éhezni, mert megvannak a varrógépeitek, és fogtok tudni dolgozni. Ezzel az Ilonával én még nagyon sokat találkoztam, én 46 végén születtem, amikor is kiderült, hogy hiába kutatnak az eltűntek után, sem az édesapám, sem az édesanyám felmenői közül már senki nem fog hazatérni, és akkor édesapám feleségül vette édesanyámat, így születtem én meg, és nagyon érdekes volt a családunk. Ugyanis
Édesanyámék a megmenekülésük köszönetéképpen nagyon-nagyon vallásosak voltak. Addig is vallásos volt mind a két család, ortodox család volt mind a kettő, az édesapámé és az édesanyámé is. De édesapám, amiket ő átélt, ő azt mondta, hogy ő mindent megtesz, amit a zsidó vallás parancsol, de ő már semmiben nem tud hinni. De hát én is úgy éreztem mindig, hogy a zsidóság az egy különleges kiválasztottság. Én őszintén megmondom, nem kellett szenvednem attól, hogy zsidó vagyok. De nagyon keveset tudtam arról, hogy mi történt velük egészen addig, amíg olyan 8-9 éves korom körül kezdték édesanyámék felszabadultabban elmesélni, hogy milyen volt a láger élet, és hogy éltek, és hogy úgy tudták túlélni ezeket a borzalmakat, hogy például azokban a gyárakban, ahol ők dolgoztak, a német munkások lopták nekik az ennivalót a zsebükbe, hogy tudjanak másnap is élni, vagy hogy történt az, hogy egyszer édesanyámat egy német katona meg akarta ölni, és akkor közben egy fogolytársa utána lopózott, és ellopta őt a katona elől, aki egy pillanatig nem figyelt. Vagy hogy hogyan tudták a legkisebb hugukat megmenteni attól, hogy őt is agyonlőjék, vagy elvigyék a gázkamrába. Édesapám, ő bezárkózott. Ő soha semmiről nem beszélt. Ő úgy gondolta, hogy az a tragédia, ami velük történt, az elbeszélhetetlen. Az annyira ember alatti volt, hogy ő erről nem is tudott beszélni. Néhány évvel később, amikor Magyarországon a rendszerváltás bekövetkezett, és már Izraelből is jöhettek a vidéki zsidó hitközségekbe vendégek, akkor az egyik ilyen delegációt a debreceni Lazarovics úr vezette, és ő mesélte el, hogy amikor 1944 őszén az orosz csapatok közeledtek Debrecenhez, és a debreceni erdőségekben, amit apafának hívnak, ott ástak tankcsablákat, és azt a munkás századot, amelyik ezeket a tankcsapdákat ásta, azt a németek belegéppuskázták az általuk ásott árokba. És két ember menekült meg ebből a századból. Az egyik Lazarovics úr volt, a másik pedig a mellette álló ember, akit belerántott a géppuska tűz előtt az árokba, az az én édesapám volt. Így menekült ő meg. Hát nagyon nehéz életünk volt ezután is. Akármibe kezdett szegény édesapámat, mindig valahogy keresztbe vágta az állam. Mi tagadás először sertést akart tenyészteni, azt államosították. Akkor utána kitanulta még jóval 50 éves kora felett az üveges mesterséget, és üveges mester lett. Hát nagyon sokat tanultam tőle és tőlük, viszont elszakadtam a zsidóságtól. Úgy éreztem, hogy nem olyan fontos az, hogy engem mindig az akadályozon, hogy nekem ezért nem szabad, mert én zsidólány vagyok, meg azt nem szabad, mert zsidólány vagyok. Sok mindenben úgy éreztem, hogy a vallás akadályoz. És eltelt jó néhány év, amikor már nekem is családom lett és gyerekem lett, és az élet többször megpróbált, és akkor arra gondoltam, hogy valami nagyon alapvető baj van velem. Nem a tudásom, nem a tanulásom, nem a magatartásom a baj, hanem az a baj, hogy nem vagyok a helyemen. És akkor elhatároztam, hogy semmi más nem érdekel, csak az a sors, ami a zsidóknak jutott. És ezért elkezdtem tanulni a zsidó történelmet,
a zsidó vallást és a zsidó kultúrát, a zsidó zenét és minden olyasmit, amit tovább kell vinni a zsidóságnak. Mert ha nem viszi tovább, ha az asszimilációt folytatja, akkor mindig az ellenségeinknek segítünk. És rájöttem, hogy milyen csodálatos ez a világ, ez a zsidó kultúra, milyen régi és milyen szép, és milyen emberséges ez a vallás, hogy soha semmit nem enged meg, ami egy másik embert bánthatna, és hogy milyen szép ez a zsidó zene, és hogy mindig mindenütt ott van. És nekem ez adott erőt aztán a további dolgokhoz. Én most 78 éves vagyok, még ma is tanítok, nagyon szeretek tanítani még mindig. Itt tanítok Putnokon egyébként, és hát szeretnék még persze sokáig tanítani, ameddig a fizikai erőm ezt megengedi. És azért mondtam el mindezt, mert akkor, amikor visszagondolok arra, hogy mi mindenen mentek keresztül az én szüleim, az én családom, és egy ilyen Shoah után, egy holokauszt után, annyi gyermek és szülő elvesztése után, az én édesapám még mindig családot alapított, és még más Shoah-t átélt ember is családot alapított. Hogy én ezt annyira tudom csodálni, és annyira követendő példának tartom, és azért is mertem ide kiállni és mindezt elmesélni, mert különösen a mai világban, a mostani történeti események hatása alatt azt kell mondjam, hogy mennyire nagyon fontos hinni az életben, és mennyire nagyon fontos hinni abban, hogy igenis van feladatunk. Mindenkinek van feladata az életben, legyen az a legkisebb ember is. Ha csak bizonyítja, hogy mi történt, és saját példájával tudja példázni, hogy igenis ez történt, átéltem, és mégis itt vagyok, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a következő generációnak, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak, mert annyira fontos, hogy együtt tudjunk élni, hogy együtt tudjuk megvalósítani azt, amit az élet ránk szabott, én ezt mindennél fontosabbnak tartom. És köszönöm, hogy meghallgattam. Nagyon köszönjük Mariannak is a személyes beszámolóját, és hát milyen kört írtunk le, hogy tulajdonképpen visszaérkeztünk Putnokra, és hát egy ilyen beszámolót is meghallgathattunk, és most úgy néz ki, hogy talán még egy utolsó bejelentkezésünk ismét van Amerikából, Birbaum György személyében, hogyha ezt sikerül összehozni, akkor még ezt meghallgatnánk. Nevem Birbaum György, Los Angelesben lakom. Nagyszüleim Szepesvártól Putnokra költöztek, ahol neveltek 9 gyereket, köztük apámat, Birnbaum Sándor, aki 1910-ben született, és ott élt 1942-ig, amikor behívták a munkatáborban. Onnan 1944-ben kezdte erős eső alatt a halál menetelést körülbelül 25 000 zsidóval együtt Mauthausen koncentrációtábor felé. Putnokban nagyapám nyitott textilboltot és épített családjának egy modern házat. Modern abból a szempontból, hogy az első házak között volt a faluban, melynek volt vízvezetékszerelet, áram, és néhány évtizeddel később még telefont is beszereltek. A ház építkezésének volt komplikációja, amikor nagyapám észrevette, hogy valamilyen gyümölcsfa feküdt a területen, és a zsidó vallás szerint élő gyümölcsfát nem szabad levágni. Visszahívta Budapestről az építészmérnököt, aki azt rajz, a,
aki azt átrajzolta a terveket, és a ház a fa körül lett építve. Azért mesélem ezt a fáról, mert később nagyon érdekes eset történt a fával kapcsolatban, amihez rövidesen fogok visszatérni. Ugyanakkor, amikor apám vonult Mauthausen felé, a magyar katonák vonultak éppen azon az úton a frontról visszafelé Magyarországhoz, mivel hogy a háború már vége felé haladott. Ahogy a két csoport egymással szemben vonultak, apám ráismert köztük egy putnoki keresztény Barkai nevű barátját. Ahogy megközelték egymást, a Barkai direkt apámnak neki ment, és belökte sárba. Apám csodálkozott, miért követte vele ezt a barátját, és ahogy apám felállt, észrevette, hogy a Barkai egy szendvicset dugott az ingje alatt. Szóval ilyen jó ember volt a Barkai. 1969-ben 21 éves koromban először látogattam Putnokot. Mielőtt Los Angelesből elindultam, megkért, hogy keressem fel a Barkait. Találkoztam Barkaival, ő mesélt családomról és a nagyapám fájáról, amiről ismételem, hogy fogok visszatérni. 1984-ben pedig megint látogatóban utaztam Putnokra, most már a feleségemmel, és megérkeztünk a nagyapám háza előtt. Bemutatkoztam a lakóknak, kedvesen fogadtak bennünket, és kérdeztem tőlük, hogy laknak-e még a faluban zsidó személyek. Ők irányítottak a falon kívül egy selymes nénihez. A nénitől érdeklődtem, hogy ismerte a családomat, és kiderült, hogy ismert minden tagját. Körülmutatott bennünket egész Putnok keresztül, hogy itt lakott ez, itt lakott az, itt volt a zsinagóga, itt volt az iskola, stb. Végre elértük, vagy 30 métert a nagyszüleim házától, amikor a néni megállt és mondta nekem, hogy pont itt álltam, amikor a zsidó férfiakat kezdték deportálni, és felvonultatták a zsidó lakóságának a vezérjeit. Köztük volt a maga nagyapja, aki a templomnak az elnöke volt. Láttam, ahogy lakásából kihozták, hátra tették a karjait, és bilincset tettek a csuklójára. Ő a földre nézett, és lassan felemelte a fejét, és a szemünk összekapcsoltak. Én elfordultam, és sírva hazast szaladtam. Sírtam anyámnak, hogy Jakab bácsit elviszik. Amikor ezzel a selymes nénivel találkoztam, akkor reméltem beszélni valakivel, aki ismerte a családomat, és tudna róluk valamit nekem mesélni. Nem gondoltam, hogy találkoznak egy szemtanúval nagyapám elhurcolázásáról. De perceken belül egy másik szemtanúval is találkoztam. A volt zsidó templom előtt álltam, és figyeltem, hogy szemem előtt a templom átalakítását apartmentházra. A szakmunkások jöttek, mentek, és mellettem állt egy idősebb bácsi, akit megszólítottam, és érdeklődtem, hogy ismerte egy Birnbaum családot. Hogyne, és bemutatkozott, hogy a neve Pityu, és ő szállította az nagyapámnak az újságot. Mesélte, hogy szokott nagyapám ülni a gyümölcsfa alá, és olvasta az újságot. Most visszatérek a Barkai és a fához. 1969-ben, amikor találkoztam Barkaival, ő mesélte nekem, hogy amikor a zsidó férfiakat deportálták, azon az este sokan betörtek zsidó lakásokban, és elvittek mindent, amit csak tudtak, ágyneműt, ruhát, bútort. Így volt szintén nagyszüleimmel is. Ugyanakkor a nyilasok átvették nagyszüleim házát, és átalakították, hogy szolgáljon nekik, mint a központjuk. Miért pont nagyszüleimnek a házát? Mert annak a háznak volt vízvezeték szerelete, áram és telefon.
Barkai maga is elcipelt bútorokat, amit visszaadott a háború után. A következő reggel Barkai visszament a házhoz, benézett, és teljesen másképp nézett ki. Azt is észrevette, hogy az előbbi este a gyümölcsfáról az összes levelek lehultak, és soha többet nem nőttek vissza. A fa meghalt. Most ebből mi a valóság és mi a legenda, azt nem tudom különböztetni. Semmit, amit meséltem, tapasztaltam személyesen, mindent valaki mástól hallottam. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük Györgynek a beszámolóját és a Bérlamu családnak. Jó egészséget kívánunk innen Putnokról, és most zárásképpen pedig szeretném megkérni Rassán Pétert, a putnoki hitgyülekezetének a vezetőjét, hogy záró gondolatait hozza meg velünk. Köszönöm szépen! Talán én azért is jövök fel, hogy kicsit tudjak olvasni prédikátorként, az ember sokszor többet beszél és eltér, ezért magamat fegyelmezve egy kicsit én is írtam egy beszédet, amit inkább felolvasnék. Tehát tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők, tisztelt vendégek, igazából ezt a konferenciát azért szerettük volna megrendezni, mert szerettük volna, hogy a putnokiak és a környékbeliek megismerik a város történetének egy fontos részét, a putnoki zsidóságot, az ő történetüket. Az elmúlt napokban sokat gondolkodtam, bevallom őszintén most is, ma is, hogy milyen lenne Putnok akkor, ha a holokauszt nem történik meg. A putnoki zsidóság nagy részét nem írtják ki, és akik életben maradtak, nem költöznek el innen. Erre ma már nem kapunk választ, már csak egy hatalmas űr maradt utánuk. És az űr, ami keletkezett, az ő erőszakkal való kitépésük a vidéki településekről maradandó károsodást okozott, ami jó látható bármerre járunk vidéken. Viszont azzal is tisztában kell lennünk, amit a Biblia mond, az ártatlan vér kiált Istenhez. Kiált és nincs megnyugvás. Addig, amíg szemben nem nézünk azzal, amit tettek itt élő felmenőink, vagy csendőrök, hivatalnokok, katonák, itt lakók, ahogy hallottuk is, hogy ellopták, elrabolták, nagyon sokan hasznot húztak abból, hogy zsidó családokat deportáltak. Feljelentették embertársaikat azért, hogy meghapassák a házaikat és a vagyontárgyaikat. Keresztény emberként eszembe jut a Bibliában Dániel, aki a Dániel könyvében szembenéz a népe felmenői bűneivel, és megvallja azokat. Megbánja azokat, mert tisztában volt azzal, hogy létezik Isten. És a bűnöknek van következménye, ami nem marad büntetlen. És keresztény emberként viszont az is foglalkoztat, hogy az 1940-es évek, vagy 44-es években hogyan kellett volna viszonyulni bajba jutott zsidóság felé az akkori keresztényeknek. És igen, hallottam, és vannak olyan történetek, akik mentettek meg zsidókat, de sajnos ez nagyon minimális volt. És a Máté evangéliuma 22-36-39, amit szeretnék felolvasni, mint keresztény, vagy keresztényként hogyan is kellett volna viszonyulni. Mert Jézus, mikor megkérdezték a nagy parancsolattal kapcsolatosan, Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És a második pedig, szeresd fel a barátodat, mint te magadat. A fel a barát az eredetiben, fordításban szomszédot és ismerőst jelent. És a kereszténység akkor mulasztott, mert nem állt ki, és nem lépett fel egységesen a zsidóság mellett. Én ezzel most szembenézve szeretnék bocsánatot is kérni a zsidóság képviselőitől, családoktól, akik megjelentek, azért a kereszténység nevében, mert én is keresztény vagyok. Bocsánatot kérni azért, mert elődeink nagy része nem állt ki
önök felmenői mellett. Akkor, mikor cselekedni kellett volna, és felebaráti szeretetet kimutatni, és védeni a zsidóságot, csendben, közömbösen hallgattak. Vagy akár még segítettek is azoknak, akik gonoszt, akkor képviselték. Ezért kérem önöket, hogy keresztényként, hogy bocsássanak meg ezért. És szeretném kijelenteni azt is, hogy a putnoki zsidóság az önök felmenői nem kárára és terhére, hanem hatalmas áldására voltak. Ennek a városnak, és nagyon hálásak vagyunk az önök felmenőiért, az ő áldozatos munkájukért, amit tettek ezért a városért és a környékért. És nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy elmondták a saját történetüket, köszönöm azoknak, akik eljöttek, köszönöm a polgármester úrnak, képviselőknek és a többieknek, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm.